Kedves képviselőtársak, tisztelt hölgyek, urak, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a jelenlévőket, és természetesen a kamerákon keresztül a város lakosságát. Azt a közlést kaptam, hogy aránylag gyorsan kezdjem el, és lehet, hogy gyorsan haladjunk a végére, mert sietnek egy-néhányan. Én azt gondolom, hogy ezt most nem venném feltétlenül figyelembe, mert szerintem azért ez egy város költségvetése az elég fontos dolog. Nyilván determinál egy sor olyan ügyet, ami a hétköznapokban is hatással van a napi életünkre, illetve nyilvánvalóan ennek az évnek a költségvetése és maga az év az lezár egy ciklust, ami miatt szerintem érdemes egy pár dolgot azért áttekinteni. Talán nem mindenki ért ezzel egyet, amit ki van írva. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt egy óhajtás, és remélem, hogy azért szép lassan azért kijelenthetjük azt is, amit le van írva, és én bátran olvasom fel. Hagyjonáláson élni nem hátrány, hanem lehetőség. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ebben az irányba kell haladnunk, hogyha abban hiszünk, hogy 50-10-100 év múlva létezzen ez a közösség, amit hagyjonálásnak hívunk. A költségvetés főösszege 2018-ban nagyságrendileg 5,6 milliárd forint volt, és ez 2019-ben 5,2 milliárd forint, ebben van egy jelentős csökkenés. Csökkenésnek az oka az, hogy a költségvetésünkben nyilván elég sok beruházás szerepel, ezek közül a beruházások közül egy része az áthúzódott 2019-re, majd fogják látni, hogy a beruházások egy jelentős része viszont már 2018-ban lezárult. Úgy, hogy a érdemi adó mérték növekedés nem történt, 2018-ban egy 655 millió forintos, 2019-ben pedig egy 746 millió forintos adóbevétellel számolunk, amit hogyha egy körgrafikonon mutatok meg, akkor talán olvasható is, és látható is, hogy hogyan tevődik össze. Nyilván ebből a legnagyobb mérték ez a helyi iparűzési adó, amely a tavalyi tervhez képest egy 50 millió forintos túlteljesítéssel zárult, és idei évben pedig egy szűk 40 millió forintos növekedéssel számolunk. Még egyszer jelzem úgy, hogy adómérték növekedés nem történt. Ez nyilván a magyar gazdaságnak a teljesítményéből fakad, elért idáig hozzánk is. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes és jó, hogyha egy nagyobb mozgásteret tudunk a város költségvetésében biztosítani. Egy picit a költségvetésről másképp. Ugye a 2017 és 21-es ezek legfőképpen a toppos pályázatokat érinti. A mostani tudásunk szerint nagyságrendileg egy 4,4-5%-os önerővel tudjuk kezelni ezeket a fejlesztéseket. Ez a nagyságrendileg 4,2, hogyha a sportcsarnokot is belevesszük, akkor egy szűk 5 milliárdos fejlesztés. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány. Én itt is szeretném megköszönni a kollégáinknak, akik nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez ne 10, ne 20 és ne 30% legyen. Vannak olyan települések, ahol ilyen nagyságrendet ér el az önerő. Ennek egy nagyon fontos eleme van, mi az elejétől arra számítottunk, hogy abból a pénzügyi forrásból kell megvalósítani, ami rendelkezésünkre áll. Időben elkezdtük a közbeszerzéseket, és tulajdonképpen ezért vagyunk most abban a stádiumban, amit már majd fogok mondani. Ebben a 19-es költségvetésben nagyságrendileg egy 61 millió forint szerepel, ami saját erőből, saját forrásból szerepel út és járda építés. Ez nagyjából háromszor annyi összeg, mint amennyit tavaly tudtunk elkölteni. Ebben nincsenek benne azok az út és járda építések, amelyeket az egyéb fejlesztési forrásból fogunk megvalósítani. Mondhatom azt, hogy nagyon nagy valószínűséggel ez a Hunyadi utcai sportcsarnok ez átadásra kerül az év nyarán. Komoly vízhangot keltett ennek az épületnek, hogy hogyan néz ki. Én azt gondolom, hogy mindig várjunk meg egy beruházásnak a végét. Egy éppen épülőben lévő háznak a telkén arról beszélni, hogy milyen lesz majd a kertje és hogyan fog kinézni, mindig nehéz. Én azt gondolom, amikor majd az elkészül, kész lesz és befejezésre kerül, akkor érdemes majd neki ülni és akkor megvitatni, hogy ez a sportcsarnok az olyan-e, ami ennek a városnak megfelel. Nagyságrendileg egy 35,7 millió forintot tudtunk pályázni. Ez egy 8 millió forintos önrésszel, ennyivel tudjuk a köztisztviselői bért emelni.
hogyha nettóban nézzük, ez nagyságrendileg egy 40 millió forinttal emelkedik 2019-ben a hagyományos köztisztviselőknek a bére. A város, mint ahogy mondtam, adóbevételőről szóltam. Én ezt örömtelének látom. A költségvetésben szerepel a helyi lakosok számára, ugye mi biztosítjuk az OEB támogatásnak az önrészét, ez nagyságrendileg 15 millió forintot jelent a költségvetésünkben. Ovisport közhasznú alapítvány számára, vagyis hogy ez a hagyományos óvodák területén a Kassaúti óvodára van tervezve, és van egy elnyert pályázatunk, egy ovi foci pálya, ez egy műfüves pálya, ez 4,5 millió forint van az idei költségvetésben. Van még egy sportnál megjelenő nem szokásos költségvetési elem, 2 millió forintra van beadva egy igény a hagyományosi futballklub részéről, egy gépjárművet vásároltak, és ehhez kérik, hogy az önkormányzat járuljon hozzá. Támogatjuk továbbra is a általános iskolás első-második osztályban a néptáncoktatást, és az idei évtől az óvodai keretek között is bevezetésre kerül. Ennek a mostani tudásunk szerint nagyjából 0,8 millió forint lesz a költsége. Szokás szerint Burza Hungarika ösztöndíjpályázat 6 millió forint, szakképzésben és a gimnáziumban tanuló tehetséges gyerekeket 4,7 millió forinttal támogatjuk. Bejött egy új elem, a CSIHA alapítványnak a támogatása, az 1 millió forintos támogatás jelent. A gimnáziumnál vállalt kötelezettségünk, ez 15-16 millió forintos támogatás jelent, ez a rezsi, takarítás és a karbantartás költségét foglalja magába. Folytatjuk azt a programot, ami Hajdúnáláson talán egyedülálló, náláson mindenképpen, de a környezetünkben is talán, minden gyerek reggelizzen program, 4 éve indítottuk, nagyjából ez egy 4 millió forintnyi költséget jelent éves szinten. Nagyságrendileg szociális támogatásban egy 35 millió forintot tervezünk. Ez a tavalyi évben a tényleges tényered ettől kevesebb volt. Azt gondoltuk, hogy legyen arra lehetőség, hogyha ilyen segítségnyújtásra van szüksége a náláson élőknek, akkor erre legyen pénzügyi fedezetünk. És ugye tavaly bevezettük az első lakáshoz jutók támogatását, ez lakásonként 500 000 forintot jelent, egy 10 millió forintos kerettel számolunk, tavaly évben ugyanez a keret ez nem került el. Ugyanez a pénzügyi forrás volt, nem került ki elhasználásra, vagyis nem volt annyi igénylő, aki ezt szerette volna pályázni. Ellátottak pénzben a jutatásai, láthatják, milyen jellegű összetétele van. Nagyságrendileg ez egy 42 millió forintot tesz ki. A 2019-es évben a gyerekeket érintő kiadásokat soroltuk föl. Ez nagyságrendileg egy 74 millió forintos összegszerűséget jelent. A családosok és fiatalok támogatása. Ugye átadásra került a Bocskai út 79-ben most már a 32 lakás. Ebben az évben az FOP-os pályázatban 18 lakás a szemben lévő lakás tekintetében. Itt annyit hagy mondjak el, hogy magából a pályázatból csak a lakásoknak a belseje kerül felújításra, illetve a berendezése is benne van. Az önkormányzat közfoglalkoztatási forrásból és saját lakás alapból fogja az épületet kívül megújítani, és tulajdonképpen így lesz komplex a épületnek a felújítása. Jeleztem ezt az 500 000 forintos támogatást az első lakáshoz jutóhoz, van az 1 millió forintért közművésített telek, ami ott áll, és remélem, hogy ez az elmúlt időszakban bejelentett kormányzati intézkedések ezt is képesek lesznek megmozdítani. És tulajdonképpen a fecske otthonhoz, az FOP-os pályázathoz van egy 6 hónapos támogatás, akik ezekre a lakásokra pályáznak, még pénzügyi támogatásban is részesülhetnek. Egy dolgot kell vállalniuk, Hajdúnáláson szeretnének élni, és Hajdúnáláson szeretnék tervezni a jövőjüket. Itt van az a közbeszerzési tábla, ami mutatja, hogy melyik beruházás milyen stádiumban és hogyan áll. Ez kronológiai sorrendben van. Hajdúnási csapadék vízgyűjtő rekonstrukció, ez tulajdonképpen 2018 áprilisában elindult és már lezárásra is került. A beltéri utak, járdák, hidak felújítása, ez tulajdonképpen ez egy 2018 májusi. Ez még folyamatban van,
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, ez az a önkormányzati épülete, a családsegítő épülete, maga a Nikodémus óvoda, a Nikodémus úti óvodának a épülete és a műfáznak az épülete volt ebben, vagy van ebben a projektben benne, gyakorlatilag kész van, és maguk az épületek azok átadásra is kerültek, vagy éppen kerülnek, folyamatban van. A gazdaságfejlesztési program, ez közbeszerzés lezárult és folyamatban van, a hajnalsi hagyarok kerékpárút hálózat fejlesztése nálunk lezárásra került, a közbeszerzés és folyamatban van a megvalósítása a projektnek. Gyermekegészségügyi centrum létrehozása Hagyonáláson 2019. januárjában a közbeszerzés lezárásra került, és az építési munkálatok azok elkezdődtek, a várható befejezése az a nyárra tehető. Vágóhídhoz kapcsolódó fejlesztések, ezek elkezdődtek, és ez is a tavasz folyamán megvalósításra fog kerülni. A kültető helyi közutak fejlesztése hajdás településen, itt még a tervezés időszakában vagyunk, ennek a kivitelezése is a nyár folyamán nagy valószínűséggel megvalósul. Lakóépületek felújítása, ez a Bocskai 98, erről beszéltem, ez az EFAP-os pályázat, ahol a közbeszerzési eljárás nem sokára kiírásra fog kerülni, legjobb tudásunk szerint ez is a nyár elejére elkészülhet. Nagyon sokan várják, ez egy nagyon jelentős csúszáson ment keresztül, ez a Zöld Város program, ez majdnem 600 millió forintos projekt, ez gyakorlatilag a városközpontban lévő Ady Endre lakótelepnek a felújítását érinti. Itt a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt mostani tudásunk szerint 2019 márciusában, azaz a jövő hónapban fogunk tudni zárni, ennek 2019-ben jó eséllyel be is kell tudni fejeződnie. Portikaház építése a Kenderes kertben, ez is 2019-es zárást jelent márciusban, tudjuk zárni a közbeszerzési eljárást is, tudjuk zárni a projektet is. Ipari területen infrastruktúrális fejlesztés, ez 2019 decemberére fogjuk szerintem tudni lezárni nagy eséllyel a közbeszerzési eljárást. Az, amiről tavaly beszéltünk, vagy hosszú évekig volt egyfajta bizodalom, hogy a volt Tungszamnak a telephelyét meg tudjuk mozdítani, ez nem sikerült. Az önkormányzatnak egy saját ingatlanon, egy 10 hektáros területen, a volt vásártér környezetében van lehetősége kialakítani ezt az ipari területet, zöldmezős beruházásban, nagyságrendileg egy 10 hektáros területen, mint egy 400 millió forintos keretösszeggel. És talán képekben vagy kicsit másképpek ezek a fejlesztések. Itt van az a zöld város, amire hosszabban nem akarok beszélni, tavaly beszéltünk. Elmondtam, hogy ez elhúzódott, és a közbeszerzési eljárás ennek márciusban fog véletlenül befejeződni, és maga a beruházásnak a lényege szerintem mindenki ismeri, belül a lakótelepen belül egy szép park fog kialakulni, egy sportparkkal, elég sok zöld elemmel, és a külső infrastruktúrája is, a járda és a gyűjtőutak, a parkolók is meg fognak újulni. Lehet látni nagyságrendileg ez a része, illetve a helyi termelőpiacon is lesz egy fejlesztési elem. Így néz ki most a lakótelep, és láthatták, hogy hogyan fog kinézni. Maga a Doroggal közös konzorciumban ez a kerékpárút fejlesztés, ez a hajdunánási része, ez a 280 millió forint. Maga a beruházás elkezdődött, és jó reménységgel ebben az évben, nyáron lezárásra is kerül. Itt azért egy nagyon nehéz periódusa lesz ennek a beruházásnak. Az Óvoda utca és az Iskola utcában úgy kell majd ezt a projektet megvalósítani, hogy közben több olyan intézmény van, aminek a működéséhez nyilvánvalóan meg kell valamilyen formában szerveznünk azt a logisztikát, hogy mégiscsak be tudjanak járni a gyerekek az intézményekbe, hiszen ezeknek az utcáknak a teljes felülete meg fog újulni, és a forgalmi rend is meg fog változni. Gyermekegészségügyi centrum kialakítása, ennek a munkálatai elkezdődtek, mint ahogy jeleztem. Ugye ide a védőnői szolgálat, a három gyermekorvosi körzettel egységesen be fog integrálódni. Gyakorlatilag az épületnek az a része, ez a része, amit most ismerünk, és ez alatt van egy nagy pince, ez fog megmaradni. Az épületnek a többi része az lebontásra kerül,
és ez azt jelenti, hogy 150 négyzetméter teljesen új épület és kiszolgáló egység fog mellé épülni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon impozáns, főleg azzal a kerttel, zöld kerttel, játszótérrel, parkolóval egy olyan gyermekcentrumot tudunk magunkénak, amely szerintem hosszú ideig jól szolgálhatja a hajdonállási embereknek az életét. Ez a Nyíregyházi útról, amit jeleztem, ennek az útnak a felújítása, ez egy 1,6 kilométeres külterületi útszakasznak a felújítását fogja jelenteni. Ebbe eszköz és berendezések, gépek beszerzése is volt. Nagyjából egy 100 millió forintból fog ez az út megújulni. Okszenveg turizmus, itt a 9 Hajdú-Bihar megyei település fogott össze ennek a projektnek a megvalósításában. Elég jól állunk, gyakorlatilag ebben egy városmakett lesz a város központban. A fürdőt és a kendereskertet fogja összekötni egy tanösvény, és egy portékaház fog épülni ezen a helyszínen. Az ipari park, én inkább azt mondanám, hogy ipari területnek a fejlesztése nagyságrendileg egy 400-500 millió forintból, ebből maga a 10 hektáros területnek az infrastruktúráját próbáljuk kiépíteni, illetve még egy épület is fog szerepelni a terveinkben. Ennyi a magáról a fejlesztésekről, és talán kicsit a folyamatokról is szeretnék egy pár gondolatot mondani. Ugye 2012-ben, amikor a közfoglalkoztatás bejött a életünkben egy más nagyságrenddel, mint korábban, akkor az volt a legfontosabb cél, hogy a szociális segélyből élőket megpróbáljuk visszahozni a munkavilágába, és minél több ember számára tudjunk értékteremtő munkát biztosítani. 2019-ben egészen más célokat kell magunk elé tűzni. Jelentős mértékben csökkent a közfoglalkoztatásban lévő személyeknek a száma szerencsésen, hiszen nyilvánvalóan az elsődleges munkaerőpiacon van az embereknek a helye, és nem a közfoglalkoztatásban, de látszik az, hogy mindig lesz egy olyan része a településnek, aki nem biztos, hogy megállja a helyét az elsődleges munkaerőpiacon, vagy éppen olyan helyzetbe került, amikor kell, hogy ilyen jellegű segítség legyen. Itt azt kell megtalálnunk, azt az egyensúlyt, hogy mi az, ami a város érdekeit szolgálja, és mi az a teherviselés, amit a város képes ebben az esetben megtenni. Megint egy picit a folyamatokról, nagyságrendileg felére csökkent az a közfoglalkoztatotti létszám, mint ami korábban volt, lehet látni a számokat. A szakemberek kilépésének következményei nyilvánvalóan olyan szakemberek nélkül, akik érdemlegesen tudták a közfoglalkoztatási programot segíteni, nagy és átfogó programokban már nem fogunk tudni gondolkodni, vagy azokat a részét, ahol ilyen jellegű elképzeléseink vannak, ott az elsődleges munkaerőpiaci alapokra kell helyezni. Lehet látni azokat a munkákat, amelyet itt legfőképpen járda, út és árok területén elértünk az elmúlt években. Talán a legnagyobb szám, bár kezdhetném a legkisebbel is, az a majdnem 50 kilométernyi árkot tudtunk az elmúlt években iszaptalanítani. Járda felújítás egy több mint 6 kilométeres szakaszt érintett, árokburkolatjavítás a 2 kilométert, zárt csapadékvízi csatornává alakítottunk át nyílt medő árkokat, ez egy 500 méteres nagyságrend, parkolóhelyek bővítése, árok felújítás és földmedő árkok burkolása, az még egy jelentős tétel, az egy 6100 méter, több mint 6 kilométernyi árkot tudtunk így átalakítani. Azt gondolom, ezek azért elég impozáns számok. Hozzá kell tenni, hogy egyébként a város belvízelvezető rendszere aránylag mindig rendben volt, és én azt gondolom, hogy ezt a gondosságot kell tovább vinnünk, hiszen nyilvánvalóan az, hogy egy-egy nagyobb csapadéknál nem áll a városban a víz, a belvízelvezető árkok ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Itt már inkább a probléma ott szokott jelentkezni, hogy gyorsan kiszalad a városból a víz, és a város határában van egy olyan hirtelen vízjelenség, ott megjelenik, és egy ilyen hatalmas tavat formál, mert hogy az onnan elvezető csatornák nem bírják ezt a teljesítményt. Szokták mondani, hogy talán túl jól működnek a város belvízelvezető csatornái, de én azt gondolom, hogy inkább ott legyen ebből baj, mint hogy a városban legyen ebből lakossági probléma.
Az idei évben 340 fővel tervezzük a közfoglalkoztatási programot, és nagyságrendileg egy 470 millió forintos pályázatot adtunk be a belügyminisztérium felé. Elbírálás alatt van, szerintem jó eséllyel. Bízhatunk benne. És tulajdonképpen akkor, amikor a fejlesztésekről beszélünk, én azt gondolom, hogy egy egészen új szakaszához fog érkezni a város. Az elmúlt pár évben sorba vettük azokat az intézményeket, azokat a közintézményeinket, amelyek sok esetben a működés képességük határán voltak, de mindenképpen egy jelentős felújításra szorultak. Az elmúlt években úgy, hogy ezeket legfőképpen környezeti és fenntarthatósági szempontból próbáltuk megújítani. Elértük azt, hogy a oktatási intézmények, szociális intézményeink és a egyéb közösségi tereink is olyan mértékű felújításon mentek keresztül, amiben bízhatunk, hogy hosszabb távon nem lesz ilyen jellegű problémánk. Nyilvánvalóan, ha sokan azt gondolhatják, akkor most hátra lehet dőlni, és akkor hosszú ideig nem lesz mit tenni. Hát ez nem egészen így van. Én azt gondolom, miközben ezekre a forrásokra és ezekre a pályázatokra koncentráltunk, akkor ezekben a pályázati lehetőségben egyrésztről fürdőfejlesztésre nem nagyon volt lehetőségünk, másrésztről pedig, ami ilyen, én azt gondolom, hogy ilyen elmaradt terület, de a fejlesztésekben ez minden város számára egy komoly kihívás, ezek a járdák és az utak fejlesztése. Következő időszak szerintem ezeket a célokat kell, hogy szolgálja. Nem is véletlenül próbáltuk 2019-ben az erőforrásokat arra koncentrálni, hogy a járdában és útban tudjunk egy nagyot lépni, de én azt gondolom, hogy ez még mindig nem az a nagyságrend, ami érdemben meg tudja változtatni azoknak a járdáknak és az utaknak a képét, amely körbevez bennünket. Fürdőről azért érdemes beszélni, mert tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben nyilván a fürdő múltjához is hozzátartozott, hogy már a kezdetektől nem volt túl nagy támogatás a hajnalási gyógyfürdőnek a indulásánál, és tulajdonképpen valahol ez végigkíséri ennek a fürdőnek a működését. Valahol mindig a városnak kellett önmagához mérten sokat fordítani a fürdőre. Talán vannak, akik nem ismerik a történetet. Én legalábbis így hallottam, hogy amikor a fürdőfejlesztése fölmerült, megfúrták ezt a kutat, és jó nánás emberek kiálltak ott dagonyázni ebbe a pozitív kút volt, és ott kialakult egy ilyen fürdőgödör, nevezzük ennek, akkor fölmerült, hogy nánásra kéne csinálni egy fürdőt, és akkor természetesen ebben megyei szinten a megyei párbizottságnak kellett döntést hoznia, hogy akkor legyen a nánáson fürdő, akkor azt mondták, hogy itt van a nagy szakszervezeti központ Hajdúszoboszló mellett nem kell fürdőt fejleszteni nánáson. Jó nánási eleink, akkor döntöttek, ha nem kell fürdőt fejleszteni, vagy nem lehet, akkor csinálunk. Így indult el a nánási fürdő, és tulajdonképpen az elmúlt időszakig is, én azt gondolom, hogy egy folyamatos fejlődés jellemezte. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 20 évben Magyarországon azért nagyon dinamikus fürdőfejlesztések voltak, és az a helyzeti előny, amivel voltunk, hiszen a nánási fürdő nagyon sokáig a környezetünkben itt majdnem azt mondom, hogy egyedülálló volt. Nyilván a környező települések is elkezdtek fürdőt fejleszteni, és egy sor olyan fejlesztés előtt állunk, amit ha nem csinálunk meg, az az előnyünk, amivel most rendelkezünk, az elmúlhat. Éppen ezért egy pici időutazásra szeretném önöket hívni. 2011-ben került átadásra az Aranyszalma Gyógycentrum. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy IKER projekt lett volna, egy szálloda és egy gyógyászati központnak kellett volna megépülnie. Ennek a projektnek csak az egyik eleme, a gyógyászati centrum az, ami pályázati úton elnyerésre került, és meg is valósult 2011-ben. 2012-ben megkaptuk végre a gyógyfürdő minősítést. 2014-ben, mivel egy ilyen gyógyászati részt szállás nélkül borzasztóan nehéz üzemeltetni, vagyis hogy sokak szerint lehetetlen. Ezért saját erőből elkezdtük átalakítani azt az épületet, ami rendelkezésre állt. Először az alsó szintet, majd később egy szintet ráhúzva, gyakorlatilag 2015-ben egy 4 csillagos gyógyfürdő minősítést kaptunk. 2015-16-ban a fürdő előtti térnek a felújítása történt meg, 2018-ban sikerült elérnünk, hogy hajnalás gyógyhely minősítést kapott, 2018-ban látva egyébként azt, hogy fejlesztések nélkül nem fogunk sokra haladni, egy olyan helyzetértékelést kértünk, egy olyan átvilágítása történt meg a fürdőnknek, ami elhelyez bennünket azon a
palettán, ami nem csak a közvetlen környezetünkben, hanem legalábbis regionális szinten értelmezhetővé teszi a hajdúnálásnak a helyét és szerepét ebben a műfajban. És tulajdonképpen 2019-ben azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyet ez a terv tartalmaz, és mindenki számára elérhető a város honlapján, azokat be kell árazni, és egyfajta sorrendbe kell majd állítani, hogy milyen fejlesztéseket és milyen formában, hogyan tudjuk megvalósítani. Maga a költségvetés nem szól erről, de az elmúlt időszakban kaptunk is érte sokszor kritikát, egy sor olyan ingatlant vásárolt meg az önkormányzat, amit 2019-ben szeretnénk értékesíteni, és itt szeretném jelezni, amennyiben a képviselőtestület ebben egyöntetül lesz és meg lesz a döntés, akkor én azt gondolom, hogy ez a ingatlan értékesítésből befolyó bevétel lehet az az önerő, amivel a fürdő fejlesztésben egy jelentőset léphetünk. Természetesen ebben sok ha van, de az elképzelés szerintem az reális és életszerű. Nyilván akkor vásároltunk ingatlanokat, amikor nyomott ingatlan árak voltak, és szerintem most olyankor tudunk ingatlant értékesíteni, amikor pedig az ingatlannak aránylag magasabb értéken van realitása az értékesítésnek. Lehet látni egy folyamatot, az előbb elmondtam, hogy milyen nehézségeink voltak. 2011-ben nagyságrendileg 10 millió forint volt a fürdőgyógyászatnak a bevétele, 2018-ban 73 millió forint. Ebben én köszönetemet szeretném kifejezni nyilván a fürdő dolgozóinak is, de a város lakosságának is, hiszen igénybe veszik azt a szolgáltatást, amit az önkormányzat biztosít, hogy az OEP finanszírozásnak az ördészét az önkormányzat kifizeti, és gyakorlatilag a lakók pedig használják, és a lakosok használják, és szeretném megköszönni azoknak a településeknek is, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Környező települések között több olyan település van, aki lefinanszírozza a saját lakóinak az ördészt, Hajdúnáláson veszik igénybe ezt a szolgáltatást, és több településről érkeznek ide buszokkal nyugdíjasok, és itt veszik ezt a gyógyászati szolgáltatást igénybe. És mint ahogy mondtam, két lépcsős fejlesztésben gondolkodunk, van egy rövid távú fejlesztési koncepció, ez a 18-20, és egy hosszabb távú fejlesztési koncepció, ez a 21-25-ös fejlesztés. Ezeknek a beárazása fog történni. Ezek a projektek, ezek megtalálhatók a honlapon, én erre időhiányában most nem térnék ki mindegyikre, mert szerintem ezek elolvashatóak, és szerintem racionálisan észszerűen követhetőek, hogy milyen elképzelések. Egy dolgot nem tudunk, hogy ezeknek érdemlegesen a nettó bekerülési költség az mit jelent. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Szokásunk a szíven, hogyha van kérdés, akkor természetesen egyrésztről azt kérném, hogyha a kérdező mondja el, hogy melyik utcából és a nevét, hogy tudjuk a jegyzőkönyvnek rögzíteni, én pedig igyekszem legjobb tudásom szerint megválaszolni. Parancsoljanak. Parancsolj. Mikrofont kérnek. Máról is vagyok, Hajdunás munkácsúszat 10 per alatti lakos. Hát láttam itt ezeket a költségvetéseket, meg az elvégzett munkákat. Ez mind szép és jó. Ugye azt szokták mondani, hogy kész munkába lehet hibát találni. Én most felteszem az első kérdést, az, hogy a Mártirok útján, a Mártirok útján ott megcsinálták az aszfaltozást. Hát én tudomásom szerint olyan 8 fok alatt nem nagyon szoktak végezni a hidegben, most már elválik az idővel, hogy ez most följön, vagy nem jön, vagy ott marad. Az aknafegrőket megcsinálták, 2-3 nap múlva beszakadtak, ott van az Ady Endre fordulva, még mai napig is úgy vannak. Gondolom most állítják helyre, még nem igaz is elmegyen, de viszont ott van a szervízút, ott most a gyalogát kell egy hely, az körülbelül egy olyan, hát a járdaszegély, vagy mondjam, egy út szegélykő magassága, szintkülönbség van, ami azt jelenti, hogy én saját szememmel láttam, mikor az idős néni jött, mikor a hó volt, azt hitte az ott, hogy egyenes. Hát egyenes lett, mikor elesett vízszintesen, az biztos akkor lett egyenes. Hogy most ez hogy lesz megoldva? Mert ott egy mozgáskorlátozott székkel vagy kerékpárral. Hát ott művész lesz az, aki elmegyen. A másik oldalt ott a köves út a járda, nem tudom, hogy a köves út lesz-e még húzva aszfaltra, ott is legalább van egy 5-6 centi. Ezt
Inkább a mozgáskorlátozókat kéne segíteni ezzel. Akkor megyünk tovább a Maszkári utcán. Maszkári utcán most nem tudom, hogy követjük-e Budapestet, mert Budapesten van egy Margit-sziget, nálunk meg egy Bosszantó-sziget van középen, ott a Kisfalud utca sarkán. Most ebben nem tudom, hogy mi a cél. Ott is a gyalog átkelő hely, nemhogy lefele, hanem így fölfele megyen. Szabályosan egy pókra, hogy megyen valaki, hát akkor vagy elüt a jármű, vagy leesik róla, vagy nem. Ugye van erre egy vicc is, hogy a 60 éves menjen át, a piroson 70 évesnek kötelező. Itt meg kötelező lesz leesni, vagy elüt az autó, vagy nem ítél. Ugye ez, nem tudom, mert ugye mondja, vannak olyanok, hogy kerékpárút lesz. Ha kerékpárút van, akkor nem tudom, ott a bölcsőd előtt, vagy ilyesmi helyen, ha úgy van, akkor a kerékpárúton parkon a járművekkel nem lehet. Azon kívül, ha meg ott marad a külső az egy sáv, abban az egy sávban meg nem tudják közlekedni két jármű. Mivel még az az utca egyirányú utca. Hát ugye nekünk úgy tanították a Kresszet, hogy az egyirányú utcából a jobbra tartási kötelezettség, azon kívül a jobbra kanyarodó az jobbra fordul, a balra kanyarodó balra fordul. Én láttam saját szememmel, mikor ment a hós szóró, szép takarosan belement, ott döccent, mert nem tudott elmenni. Ez akkor ott van a januárban, hát ugye január 1-én jött egy látogató a piacra, szét akart nézni, hát mi volt? Egy gyönyörű szép nagy patkány ott szaladgált. És ez gondolom, ez ugyanúgy a pavilonokba is vagy bemegy, vagy nem. Igen, ott voltak a ládák, ott voltak a raklapok, még mai nap is található ott. Igen, szóltam a városgazdálkodás üzemet, tisztelet, köszönöm nekik, minden hamarabb megszüntették, hogy az a patkány mikor jön tovább, vagy nem jön tovább, ezt nem lehet tudni. A másik pedig ott van a busz megállóval szemben a Halászcsárdánál. Ott ugye van egy kis vízállás mindig, mikor egy csapadékos van. Ha tedejről jönnek a busszal, ott az emberek leszállnak, belelépnek a vízbe. Azt igen, nem fért bele a beruházáskor, vagy a költségvetésbe, mikor csinálták a busz megállót. Gondolom most a pályázat, vagy elletődött a munkaideje, vagy nem fért neki bele, megint nincs belőle semmi. De az a legtöbb, ami ott maradt a Mátyrok útján, saját szemmel, és lehet van, aki látta és emlékszik rá, több mint egy kamion, vagy egy autó, aszfalt a gépbe belehűlt, nem tudták leteríteni. Ezt, ha észre vagy okosan gazdálkodunk, akkor abból meg lehetett volna csinálni ezt. És ott van ugye a városban nagyon sok fát kivágnak, tavaly említettem, igaz, jó, betegek a fák, oké. De még nem telepített a helyre senki egy darabot sem. Kiadjuk az építési engedélyt, stb. Hát lakásnak kiadjuk a lakhatási engedélyt, de nem nézi meg senki, hogy a fene megesz annak a rohadt telek előtt, vagy valahogy volt kivágtak a fát, hogy tegyünk helyette másikat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e további hozzászólás? Megyünk sorba. Üdvözlök mindenkit. Ismételten itt vagyok, Pata Istvánné. A szélről, ugye a város széléről. Harmadjára vagyok itt, és hát igaz, hogy három a magyar igazság, negyedik a ráadás, de én mégis megragadtam ezt, hogy harmadjára is eljöttem. Lehet, hogy a problémám, meg nem csak az én problémám, én csak a szó csöve vagyok annak a környéknek. Az út, a földút, ami a Hajdúról az Ahimandrás utcára vezet, az még változatlanul porzik. Ha éppen nem porzik, akkor tengelyig lehet süppedni a sárba. Erről ennyit. Én már kétszer nagyon szépen, udvariasan jeleztem a problémát. Ugyanazon az úton jártam én 5 évesen, 10 évesen, 11 évesen, mikor hány évesen jöttem haza meglátogatni a Dunántúlról a rokonokat. Most 73 évesen ugyanazon a poros úton poroszkálok. Tehát erről ennyit. Magyarország jobban teljesít. Igen, ezt látjuk, halljuk. Tudok olvasni, még nem vagyok teljesen süket. Ezt látjuk is, persze, naponta. De Magyarország melyik része? Szerintem Magyarország része Hajdunánás is. Igaz, egy kis mágszemnyi az egész országhoz, meg mágszemnyi az Ahimandrás utca és a Hajdú utca, meg ott a környék. Borzasztó nagy kátyuk vannak,
És a kátyuk ellenére, nagyon közel vannak a lakóépületek, a kátyuk ellenére a csodálatos, több milliós autókkal, nem ismerem a márkájukat, csak tudom, hogy én, ha nem tudom, 100 évig tanítottam volna, akkor se tudtam volna olyat venni. Mennek, hajtják a gépet, és fröcsköl a sár, mikor milyen az idő, meg repkednek a betondarabok, vagy nem tudom milyen darabok, amikkel néha kiagyusztálják, elnézést, nánásiasan mondtam, a lyukakat. Na de hát azok kikívánkoznak ám azokból a gödrökből. És ha szerencsénk van, akkor az ablaküvegünk éppen marad. Erről ennyit. Tehát én harmadjára is elmondtam, polgármester úr, hogy mi bántja, nem csak az enyém, mondom, mások nem nagyon mernek. Hát lehet, mondhatnám azt is. Mert lehet, hogy van mit féltenük. Nekem nincs. A régi 100 éves házabat, 40 év után kapott tanítói nyugdíjamat, nem féltek semmit se. Semmit nem féltek. A másik. Tehát, amit mondtam, hogy a kátyú. Van ám pozitív dolog is, amit el szeretnék itt a nyilvánosság előtt mondani. Egy lakatlan ház, ott nem messze tőlem, mély árkában egy drága aranyos nánási honpolgárunk kinevezte önkényesen szemétlerakó tárolóhelynek. Én bejöttem az illetékes helyre, és jeleztem a fiatal embereknek, közterület felügyelőknek, mi a probléma, nem tudván, hogy abban 8 hatalmas nagy fekete zsákban milyen szemét lapul. Ott járunk el boltba, ide-oda, tehát nem csak én lakom azon a környéken. És a fiatal emberek a fülem hallatára, szemem láttára illetékes helyre telefonáltak, jelezték a problémámat. Jó, eltelt egy bizonyos idő, a zsákok gyűltek, semmi változás nem történt. Felkerestem a képviselőnket, aki annak a résznek a képviselője lenne, szerintem, csak lenne, és nem kaptam, nem vettem észre, hogy segítséget kaptam volna tőle. Minden esetre feljöttem megint a fiatal emberekhez, a közterületfelügyelőkhöz, és ők ismételten előttem telefonáltak, és lám csodát, ők elintézték, köszönet érte, mert napokon belül a rengeteg fekete szemetes zsák eltűnt. Jelzem, ez a földút mellett volt. Tehát az a senki földje, amiről én már évek óta nem papolok, hanem beszélek. Igen, semmi változás nincs. És néztem véletlenül ma délután, amit Rigonné önnel készített egy riportot. És végig hallgattam már, amennyire volt időm, és Zsuzsa egy olyan kijelentést tett, ön beszélt ugye erről, hogy majd mi lesz most délután, meg a költségvetésről, és Zsuzsa, nem tudom szó szerint idézni, de azt mondta, hogy hát majd biztos más problémát is fel fognak vetni az emberek. Igen, és ön mondta, hogy igen, ez a fórum arra is való. Tehát nem csak arra, hogy a költségvetést végighallgassuk, ön elmondta, végighallgattuk illendően, hanem igen, vannak egyéni kis problémák, vagy nem csak egyéni, hanem közösségi problémák. Hisz a 21. századnál tartunk, és nem mindegy, hogyha kinézünk az ablakon, vagy kinézünk a kis ajtón, szintén nánásiasan, és végignézünk az utcán. Nem mindegy, hogy milyen környezetet látunk magunk körül. Tehát igényesek vagyunk mi is, ott az alvégen. És annyit szeretnék még öntől megkérdezni, én ebben nem vagyok szakember, én a tanításban az voltam, kimerem jelenteni, hogy a mi környezetünk ott, meg az a senki utcája, földje, meg az Ahim András utca, milyen út, milyen terület most nánáshoz tartozik, mert valami olyan
terv is volt, hogy út és járda építés is lesz, vagy javítás, vagy felújítás. Tehát világosítson már fel ön, hogy akkor mi ott, milyen területhez tartozunk. Várhatjuk-e azt, hogy valami javulás lesz, és hogy az a földút, az a drága jó, nem úgy csinálok, mint a filmben, hogy az a gyep, a drága jó zöld gyep. Tehát én a port nyelem a többi lakossal együtt. És én csak ennyit szerettem volna valóban. Lehet, hogy sok mindenkinek unalmas. Nekem nem. Meg annak a több száz embernek, akik ott lakunk. Nekünk nem unalmas. És a gyerekeinknek se unalmas, meg az unokáinknak se, meg a jövendő nemzedéknek se, vagy gyerekeknek, akik megszületnek. Hogy nyelik ott a port, meg szóval ágatlan állapotok vannak. Igen. És én ezt el szerettem volna mondani, el is mondtam. Igen, és hát remélem, hogy nem hagytam ki. Én azért írtam fel, mert szerintem ezek fontosak, és még egyszer mondom, hogy én annak a körzetnek a szószólója vagyok, szócsöve vagyok, mert el kell mondanom. És ha kell, én jövőre is elmondom, ha lesz rá lehetőség, mert nem tudjuk, ma vagyunk, holnap már nem. Akár fiatal, akár idős valaki, nem lehet tudni. És még azt, annyit a két fiatalemberrel kapcsolatban, nagyon sokszor tapasztaltam, hogy valahogy az ilyen korúakat, mint én, sajnos tapasztaltam, hogy lepattintják. És ez a két fiatalember, ez nem. Ez az idős asszony, lehet a nagyanyját, vagy anyukáját látta bennem, és tisztességesen, és azonnal végezte a munkáját. Tehát pozitív dolgot is tudok mondani, és még egyszer köszönöm a két fiatalembernek. Az egyiknek tudom csak a családnevét, Nyeste valaki, meg a másik fiatalember, ők voltak azok, akik valóban nem a vénasszonyt, meg a száját játató nyugdíjas tanítónőt, hogy aki sokan azt hiszik, hogy nem tud mivel foglalkozni, de hál' Istennek tudok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Jene István. Köszönöm szépen a lehetőséget. A nevem Jene István, Hajdunánás Arany János út 12 szám alatti lakos vagyok. A költségvetésben szereplő adatok, sarokszámok, tehát tájékoztató jellegűek, majd felhasználás során fog kiderülni, hogy mennyire tudták ezeket a pénzeket jól felhasználni. Hát kívánom, hogy használják is fel jól, mert nehéz adóforintok is vannak ebbe. Más, amiről még én szeretnék beszélni, azt szeretném tudakolni, hogy a közterület felügyelők milyen jogokkal és intézkedési lehetőségekkel vannak felruházva. Ugyanis van egy kultúrával alulfinanszírozott szomszédom, aki egész télen az ő kapuja elől, az én kapum bejáratom elé tolta a havat, és ezzel nehezítette az ingatlanomra történő bejárást. Ezügyben megkerestem a közterület felügyelőket, és olyan bizonytalan választ kaptam, hogy nem is tudom, hogy mit lehet tenni, majd azt mondták, hogy felszólítják a szomszédomat. Két hét múlva ismét megkerestem a közterület felügyelőket, ugyanis a hókupac közben egyre nőtt, kb. Egy köbméterre is, a válasz az volt, hogy felszólításon kívül más nem tehetnek. Elfogadhatatlannak tartom, hogy csak ennyivel tudtak lezárni egy ügyet, és azt is, hogy egy ember ilyen módon felrúgja az együttélés szabályait, hogy mások elé tolja a kapuja elől a havat, de azt is, hogy a szemetét a mások kukájába hordja. De nem is csodálkozok én ezen, hiszen más ügyben Hajdunánás város fideszes polgármestere és jegyzője saját kormánya kormányrendeletét nem tartja be. És még mindig van mondani valom, hogy ez sem maradjon ki. Nagyon jó, hogy különböző pályázatokon nyertünk tornacsarnokot, ezzel a város vagyona nőtt, üröm az örömbe, hogy ezeket a létesítményeket viszont már adófizetői pénzekből kell fenntartani,
nem véletlenül írták össze a kutyákat, és nem is véletlenül kezdik összeírni a kutakat. Ennyi a tornacsarnokra, nem hiszem, hogy jelen körülmények között szükség volna. Annak idején Tarpataki tanár úr megoldotta a tornaórákat egy csarnokkal is, pedig a gyereklétszám kb. A duplája volt. Nem azt mondom, hogy ez úgy volt jó, ahogy volt, de ne esünk túlzásokba se, nem kellene még jobban megterhelni azoknak az életét, akiknek egyébként is rossz életkörülményeik vannak. És még egy dolgot szeretnék mondani. Nagyon sok emberrel beszélgettek, akik hasonló véleménnyel vannak, már korábban a városba folyó járda, betonozás és aszfaltozásról. Mint ahogy előttem szólaló is említette, még akkor is, ha ezek a pályázati pénzekből készültek, elfogadhatatlan, hogy miért kell 10-11 fokos hidegbe végezni ezeket a munkálatokat. Építészetet tanultam annak idején, és az ilyen jellegű munkákat sem takarással, sem fagyálló folyadékkal nem lehet végezni ilyen körülmények mellett. Az aszfaltozást is portalan és nedvesítetlen felületen lehet végezni. Arról már nem is beszélek, hogy az útesten lévő fedlapokat milyen szakmaiatlanul helyezték el, még szemre sem megfelelőek. Ezeket a munkálatokat majd a közeljövőben Hajdúnánás város adófizetőinek a pénzéből kell helyreállítani. A lakosság nehéz körülményeik ellenére többnyire kifizetik, mert mit tehetnek más, mint hogy mindenféleképp kifizessék. Kérem, hogy becsüljék meg ezeket az adóforintokat, és köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, amíg gondolkodnak a kedves jelenlévők. Hadd kezdjem azzal, hogy ezeket a munkákat közbeszerzésre nyerik el vállalkozók. A vállalkozónak nyilván van egy olyan kötelme, hogy műszaki ellenőr veszi át a munkát. Nyilván akkor veszi át a műszaki ellenőr, amikor ez készre jelenti. Ez egy beruházás, ami folyik, és én nem avatkoznék bele abba, hogy maga a kivitelező ezt milyen formában teszi. Alapvetően saját felelősségére teszi ezt. A műszaki ellenőrt az önkormányzat fizeti, és a műszaki ellenőrnek az lesz a dolga, hogy akkor, amikor az átadás megtörténik, akkor mindenféle tekintetben azt megvizsgálja, hogy milyen formában és hogyan történt ez a munkavégzés. Magának a vonalvezetésének az útnak több fórumot tartottunk, 3-4 ember volt ezen a fórumon ott, és arra nem volt képes egy 600 millió forintos beruházástál az Adi Endre lakóteleplek a lakói, hogy eljöjjenek erre a fórumra. Én értem, mert mindenki elfoglalt ember, nem jövünk el a fórumra, megszerveztünk 2 vagy 3-at, amikor meg valami készül, akkor meg miért így készül. Próbáltuk kikérni a lakosoknak a véleményét, voltak itt is, látok a teremben, aki ott volt, elmondta a véleményét, alapvetően ezeket mérnek emberek tervezik, én nem fogok ezen összeveszni velük. Én azt gondolom, hogy ezekre a beruházásokra egyébként szükség van. Azzal azt a konzekvenciát levonni, hogy a kutyákat meg a kutakat azért írják össze, mert majd ebből lesz finanszírozva a városnak a dolgai, az én inkább azt gondolom, hogy mosolyogtatni való történet. Én nem tudok ilyenről. Nem tudok ilyenről, hogy a kutyák után az önkormányzat bármilyen adót szeretne kivetni, és arról sem tudok, hogy a kutak kapcsán bármiféle adó történet kötele, vagy a adófizetési kötelezettsége lenne bármelyik lakónak. Lehet ilyet fantáziálni. Én magam sosem szavaznék ilyet meg, és azt gondolom, hogy nem is tartom ezt észszerűnek sem az egészet. És azt szeretném jelezni, hogy nagyon sok beruházás van a városban, nagyon sok beruházás lesz még a 2018-as évben is, és tessenek megvárni legalább a végét. Hogyha vége van egy beruházásnak, az átadásra került, és valóban olyan problémák vannak, amiket tetszenek gondolni, akkor az szerintem egy jogos kritika. De ezt várjuk meg, míg vége van egy beruházásnak. Hozzá kell tenni egyébként, hogy én alapvetően teljesen egyet tudok érteni. Szerintem nem normális dolog mínusz 8 fokba aszfaltozni, de valamiért a vállalkozó ezt bevállalta, és ő azt gondolja, hogy ez egy jól elvégzett munka.
Majd a műszaki ellenőr megnézi, hogy ez valóban így van-e. Egyébként nyilvánvalóan van jó teljesítési garancia, hogyha ő bármilyen hibát követ el, azt neki javítani kell, és meg is kell finanszíroznia. A Batai néni kapcsán azon a poros útról vitatkozhatunk, és én azt gondolom, hogy sosem mondta senki, hogy neki ebben ne lenne igaza. Csak akkor, amikor egy városban a munkálatokat tervezzük, akkor sok mindent figyelembe kell venni, és sorba kell állítani ezeket a munkákat. Én azt hiszem, hogy ebben az említett riportban is elmondtam, hogy ha egy estére megkaphatnám, vagy egy napra megkaphatnám azt a varázsceruzát, amit gyerekkorunkban láttunk a televízióban, akkor sok mindent meg lehetne rajzolni. Én még ilyenről nem tudok. És tessék azt elgondolni egyébként, hogy értse mindenki, azon az utcán senki nem lakik. Ez a két utcát köt össze, de lakója nincsen gyakorlatilag. Egyébként a legészszerűbb megoldás az lenne, halkan mondom, hogy el kellene adni, két telket lehetne belőle kialakítani, és ez a fajta probléma ez megszűnne. Ezzel együtt természetesen az a fölvetése, hogy a járdákat javítani kell, az utakat javítani kell, az egy teljesen észszerű, teljesen racionális fölvetés. Erre találtuk azt ki, hogy egyrészt pénzügyi forrás kell rá félretenni, másrésztről pedig azt kérjük, hogy ahol erre van egyébként igény, és legfőképpen ez a kisközökre vonatkozik, hiszen nagyon sok olyan kisköz volt korábban, ami nem volt önkormányzati tulajdonban. Ugye most ezt rendezni kellett a derogációs pályázat, a szennyvízberuházás kapcsán, ezek most újfent önkormányzati tulajdonba kerültek. Most már van arra lehetőség egyébként, hogy ezek is útalappal, ugye gáz, víz, szennyvíz most már bevezetésre került, útalappal lehet őket ellátni, és nyilván előutóbb bitumennel is kell ellátni. Szerintem ez egy teljesen racionális igény, 21. század elején, hogy pormentes utakon közlekedjünk. Szerintem ezt célként kell kitűzni. De azt is látni kell, hogy egy-egy útnak milyen teherrel bír, és milyen forgalmat bonyolít le. Ezzel együtt két megoldás van. Vagy valóban ezt az utat el kell látni útalappal, és le kell bitumenezni. Látjuk majd, hogy az hány ember fogja egyébként használni. Egyébként ezek az utcák megközelíthetőek mindenféleképpen. És vagy van a másik megoldás, hogy egy-egy ház helyet ki lehet belőle mérni, és tulajdonképpen lehet értékesíteni. De akkor, amikor egy költségvetést összerakunk, akkor ott kell egy prioritási sorrend, kell egy olyan sorrendet állítani, amikor azt mondjuk, hogy van egy fontossági sorrend. Ez természetes, hozzá kell tenni, hogy itt próbálta azt meg a képviselőtestület, mint hogy egyébként a 80-as évek végén, a 90-es évek elején sem volt ez másképp, akkor, amikor a vízvezetés, a gázbevezetésre került az utcákban, az alapinfrastruktúra kiépítésénél a lakók hozzájárultak. Ugyanezt kérjük egyébként a kisközökben is, hogyha valaki akarja gyorsítani a munkáját, azt mondjuk, amennyiben a lakók hozzájárulnak egy mértékkel ennek az útnak az elkészültéhez, az nyilván az önkormányzat is hamarabb tudja, előrébb tudja sorolni. De hozzá kell tenni, hogy most 61 millió forintot tervezünk, ami nem sok, nem kevés, attól függ, hogy honnan nézzük, de ahhoz a nagyságrendhez, hogy érdemleges változás legyen a városban, az 1-0-át hozzá kéne tenni. Legalább egy 600 millió forintos programot kellene elindítani, hogy új járdák és új utak legyenek, hiszen mindenki tudja, hogy ez a 80-as évek végén, 90-es évek elején nagyjából egy időben készültek ezek az utak el. Nagyjából azt mondják, hogy 20 évente kellene ezeket az utakat újítani, vagy újra aszfaltozni. Most ez az látszik, hogy egyszerre kellene csinálni, 100 kilométeres nagyságrendű út és járda hálózattal rendelkezik a város. És még egyszer hozzáteszem, szerintem teljesen igaza van, teljesen korrekt az az igény, hogy ne legyenek poros utak, hogy a járda rendben legyen, hogy az árok tisztítható és működőképes legyen, és az utak rendben legyenek. Én szerintem itt volt egy sorrend, először azokat a közintézményeket próbáltuk rendbe tenni, egyszerre is lehetett volna, de nem volt rá szerintem lehetőségünk. Azokat a közintézményeket próbáltuk elsősorban rendbe rakni, ami a város működőképességét szolgálta. És szerintem erre próbáltam célozni, hogy tulajdonképpen ezeknek a munkáknak a végére értünk. Két kiemelt feladatot látok én most. Az egyik nyilván a munkahelyteremtéshez kapcsolódóan a feltételeknek a megteremtése. Megvan hozzá a hely és megvan hozzá a pénzügyi feltételrendszerünk. A járdák utaknak a rendbetétele,
És én azt gondolom, hogy még egy ilyen nagy kavics a cipőnkben ez a fürdő. A fürdőnek a fejlesztéséhez kell valamit kitalálnunk, és ebben pontosan szerepel az, amit Patai néni mond. Meg kell oldanunk, és én meg azt remélem, hogy a kollégáim mindegyike így gondolkodik, és így viselkedik, amit eltetszett mondani. Nekik ezért alkalmazzuk, ez a dolguk, hogyha kapnak egy ilyen segítségkérést, akkor legjobb tudásuk szerint segítsenek. Parancsoljanak, ki szeretne még szólni? Pál Kovács Dezső. Pál Kovács Dezső, Hajdunánási vendéglátóipari vállalkozó, irányi 14 szám alatti lakos. Hát én egyelőre pozitív dolgokat akarok, mert örömmel láttam ezt a városfejlesztési programot, ami nagyon ráfér a városra, minden városra ráfér ugye a fejlesztés. Attól függetlenül mondhatom, hogy a borsodi vendégeim mindig azt mondják, hogy nagyon szép kis város ez a Nánás. Mindig is azt mondták, és azt is mondják. Úgyhogy én inkább a fürdőre térnék ki, és nagy igazat adok a polgármester úrnak, mikor így sorolta, hogy ez a fürdő sajnos el lett hanyagolva. Nagyon el lett hanyagolva, pedig nagy jövőnek nézett elébe. Én 71 óta veszek részt benne, mint vendéglátós a forgalmába, üzemeltetésébe, mint vendéglátós, és ugye láttam azokat a folyamatokat, amik lejátszódnak. Hát ez egy felkapott, és meg kell köszönni azért a borsodi bányászoknak is a részvételét ennek a Nánási fürdőnek a kialakításába, mert ők társadalmi munkába is, meg amúgy is rengeteg energiát fektettek bele, és most is ugye visszatérő vendégeik, bár sajnos ugye a kor miatt egyre kevesebben vannak, ugye. De még mindig ugye az a nosztalgia, és éppen ezért akarok most hozzászólni azzal kapcsolatban, hogy hát 24. órájában vagyunk, mert a fürdőnek a mostani állapota, ez elég, hogy mondjam, elég síralmasan néz ki a mai napokban, és ugye itt vannak a gépészeti hiányosságok, hogy a melegvíznek ugye a felhozatala, meg ilyesmi. De hogy visszatérve, amit polgármester úr mondott, én is tudok hozzáfűzni egy olyan történetet, még akkor, mint felszolgáló dolgoztam, és egy ilyen rendezvényen vettem részt, Karakas elvtárs volt akkor a képviselőnk, ugye a 9-es körzetnek, és hozott ide Nánásra 10 millió forintot a fürdőfejlesztésre, 15 milliót a kenyérgyár építésére, és 10 milliót a város fejlesztésére. És akkor mondta az akkori vezetőségnek, hogyha ehhez a pénzhez egy bizonyos idő után nem nyúlnak hozzá, akkor ezt a pénzt el fogja vinni Hajdúdorognak vagy Böszörménynek. Hát sajnálattal kell mondanom itt, hogy ez a kenyérgyáron kívül így is történt. És ez 10 millió forint akkor a pénz lett volna, és ugye akkor még Hajdunánás a második volt a megyei, ugye Szoboszló után a mint fürdő kiemelve, sajnos ugye lecsúsztunk el itt az 5. helyre, hát most, hogyha a Jóisten meg a pályázatok segítenek, meg az önöknek a szorgalma pályázati energiába odaállása, akkor hát, ha visszatudjuk magukat tornászni, ugye a 3. helyre, mert Debrecen hatalmas fejlesztési pénzeket kapott most fürdőfejlesztést, és akkor, hogy mondjam, valahol az idegen forgalomba ott tudunk maradni, ahol megérdemeljük. Mert például ez a borsodi résznél is ugye hallom, hogy Miskolc is olyan hatalmas összeget kapott a fürdőfejlesztésre, és hogyha a Hajdunánás elveszíti azt a, hogy mondjam, támogató bázist, meg ugye az üdülő résznek a nagy részén arról a részről lévő embereknek a vikendházai helyezkednek el, vagy tulajdonai vannak, úgyhogy az Nánásnak ugye az nagyon... Ezért kell feltétlen, és kívánom önöknek, hogy minél nagyobb energiát fektessenek benne, mert ez a kis fürdő, meg Hajdunánás megérdemli, hogy azt a részt is megfelelően kiemeljük. Itt még azt szeretném szóvá tenni, hogy azt a temetőnek a
sorsát valahogy nem látom, ugye évek óta megint nem foglalkozunk vele, de az nem egy, hogy mondja, fürdő közvetlen szomszédságában való dolog már, hogyha úgy veszek idegenforgalmi szempontból, ugye nem egy jó látvány. És annak valami megoldását, hogy gazdaságos is lehetne a városnak, ugye, hogy majd oda nem tudom, akár nyaralóknak, vagy akár üzletek, üzleti sornak a kialakítása, vagy valami, hogy ott exhumálnák, azt a, egy pár sír van még, aminek látom, hogy vannak még élő hozzátartozók, és akkor exhumálni, de hogy az a rész, az a csúnya, hogy mondjam, egy kicsit visszataszító, idegenforgalmi szempontból visszataszító rész, hogy ottan megszűnne, és ugye akkor azt a szép futballpálya réteg, azt az egész részt úgy ki tudná jobban emelni. Természetesen ehhez ott van most, amit csináltak, és néha szükség is van rá néha, ugye az a nagy parkírozó, ami ott velünk szemben a bányásszal van. Azt meg, hogyha lehetne, mert ugye van ott cirkusz is, mert mikor milyen programnak adja ki a város, de akkor is körbe kéne fásítani, vagy valami, mert így annyira, hogy mondjam, a szemnek se kellemes valami az egész parkírozó. Azt egy kicsit barátságosabbá, zöldebb övezetté tennénk, és akkor, hogy mondjam, ott kiemelni azt a részt is, és akkor szemé tenni, ugye, hogy megyünk befelé a fürdő felé, ugye azt a részt is. Úgyhogy ezeket szerettem volna mondani, úgyhogy köszönöm szépen, és jó munkát kívánok önöknek a városfejlesztéséhez. Köszönöm szépen. Molnár úr jelentkezett ott hátra, aztán meg itt. Tiszteltem, polgármester úr. Olyan szeretnék kérdezni, hogy újrahasznosítás. Van olyan probléma, hogy építési törmelék, falevél, fagaly. Mert ez olyan probléma, ami például most azt mondom a falevéllel kapcsolatban, hogy a város egy részét elhagyja, ami a belterületek. Vannak ilyen köbméteres zsákok, de ami se az, az mint az én földemen landol. Mert nincs hova kivinni. És kérdezik tőlem, hova lehet kivinni. Igazából nem tudok nekik itt mondani. Hogy az önkormányzat van olyan lelakó, hogy bárki kivéheti. Csak úgy. Tisztességgel. Nem ledúlni valahova a földszélre, a város szélére, valahova. Ez lenne az első. A másik az ipari parkkal kapcsolatban. Mert egy földterületem érintett ebbe az ipari parkba. Szeretnék a várostól több információt kapni, mert nagyon sötétre tapogatódunk ebbe a dologba. Olyan kérdés, milyen vállalkozás jön ottan, mi lesz, hogy lesz, semmi nem tudom. A város honlapján fel van téve, ami van, az semmi. Szóval ilyen nagy általános szöveg, de minket ez konkrétan érintottan. Ennyit akartam, köszönöm. Köszönöm szépen. Misi. Köszönöm, és uraim, én azt látom, hogy ez a város ez nagyon szépen épült. Jó közérzete van az embernek, szívesen megy végig a városon. Egy réteg problémára hívnám fel a figyelmet, nevezetesen a halmozottan fogyatékos polgártársaink problémájára. Na most, aki nem tudja, eddig ugye napközi otthonos foglalkozásban részesültek a Magyar utcában, ez megszűnt. Most úgy néz ki, hogy kinkeservesen megoldódik, és a Dorogi úton lesznek elhelyezve. Én a végső megoldást ebben a formában nem látom megnyugtatónak. Nem látom megnyugtatónak azért, mert az rendben van, hogy az önkormányzat közvetlenül nem látja el ezt a feladatot, hanem szerződést köt rá, de nem látom megnyugtatóan azt a partnert, aki hosszú távon megoldja ezt a problémát. Én nekem az lenne a tiszteletteljes javaslatom. A költségvetésben nyissanak egy fejezetet. Legyen a városnak egy olyan épülete, nem luxus, hangsúlyozom, nem luxus, ami az ezeknek a gyerekeknek az igényét kielégíti, és akkor már az üzemeltetését ki lehetne adni valakinek, magyarul az elhelyezésük legyen hosszú távra biztosítva. Ahol a családban van fogyatékos gyerek, az tudja, hogy az a családra milyen igencsak nehéz plusz feladatot jelent, legalább a napközi ellátást oldjuk meg úgy, hogy
nyugodt legyek, hogy jövőre is így lesz, azt követően is, meg még azután is. Tehát nem megnyugtató az a megoldás, hogy kiszervezem, hol ide, hol oda, másfél, két hónapja lassan, hogy nincsenek a gyerekek sehol. Tehát ezt igenis a városnak meg kellene oldani valamilyen módon saját épülettel, és akkor nem dobálják őket. Szerintem a nem szeretek én kritizálni, főleg azt mondani, hogy sportcsarnokra van, akkor legyen erre is, szorítsák ki valamelyik költségvetési sarokból, és ezt a problémát végérvényesen oldják meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kocsáig Gábor. Bocsánat, fiatal úr. Gyulai Attila, Bátor utca 65. Nekem is a vásártéri ipari területtel lenne, mint érintett kérdésem. Egyrészt, hogy a tervezett 20 méter széles védőerdő a lakóépületek és a ipari terület között elegendő lesz-e. Másik kérdés, hogy milyen fafajtákat terveznek oda, mint allergiásként is kérdezem, vagy gondolni lehet itt a kertben száradó ruhákra esetleg, hogy a nyárfának a szőszerászása többi, mert azért csak közel lesz. És hogyha jól értelmeztem, akkor ez ugye a közeljövőben vagy 5 éven belül már meg fog valósulni, hogyha idén ki is írják a közbeszerzés pályázatot. És hogyha ez az ipari területnek a kialakítása megvalósul, akkor a Bátor utca le lesz zárva. És akkor Bátor utca vége lesz zárva, a Csia Győző és a Malom kereszteződésében. És akkor meg kellene oldani az ott eljáró tejszállító tartályautóknak az útvonalát, vagy akik ott járnak munkába a Kendres kertbe. Tudtommal ez már ki van alakítva, tervben benne van, a Szabadság és a Veselény utca sarkánál a 90-es évek végén az akkori önkormányzat ki is alakítatta édesapámmal ezt a telket, ami a út lesz, az utca lesz. Még azóta se történt ebben előrelépés, és kérdés, hogy mikorra várható itt a tulajdonos váltás, és hogy a tervben 22 méteres utca van benne, velünk viszont 25 méterre alakították ki azt a telket, hogy egészében meg lesz véve, vagy csak 22 méter szélességben lesz átvéve a terület. Ezek a kérdéseim. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megválaszolom, és aztán a következő kör, jó? A Molnár András kérdésére. Bocsánat, köszönöm szépen a Pál Kovács Dezsőnek hozzászólását. Én nem mondanám, hogy a 24. órában vagyunk a fürdővel, de biztos, hogy jelentős fejlesztések kellenek hozzá, hogy azt a regionális előnyünket egyébként megőrizzük, ami van. Én nem tudom, hogy ötödikek lennénk a megyében. Látogatottság alapján a második, harmadik helyen vagyunk. Attól függ, hogy milyen tendenciákat nézünk. Szoboszló után többnyire még mindig mi következünk. Ez nem hosszú ideig lesz így nagy valószínűséggel. Debrecenben egy 10 milliárdos fürdőfejlesztés történik. Nagy valószínűséggel az egy olyan nagyságrend, amivel megelőznek bennünket, ha minden így marad nánáson. De hát nyilván azért vagyunk, hogy ne maradjon így. De köszönöm a biztatást, és remélem még közösen is tudunk ebben valamit tenni. Molnár András kérdésére levél. Böszörmény, hulladéklerakó, oda kell szállítani, és ehhez pedig, természetes, ez így van. Mindenek van egy rendje szerintem. Én nem hagynám, mert azt gondolom, hogy az... Köszönöm szépen. És a ipari terület kapcsán ugye az önkormányzat kialakít egy infrastruktúrát, ami azt jelenti, hogy az egyébként a Hunyadi útnak a meghosszabbításával fog a forgalom bemenni, maga a forgalom nem fogja a lakó területet érinteni. Egyrészt a súlykorlátozás is van, ott nem fog bemenni olyan teherforgalom, ami a lakó területet érinteni. És amikor ez kialakításra kerül, akkor lesz pályázati lehetőség arra, hogy béreljék első körben a
ide települni vágyó, bízunk benne, hogy nánási vállalkozások is lesznek benne, és biztos lesznek olyanok, akik egyébként nem nánási kötődésűek. És a cél az nyilvánvalóan az, hogy ha fákat telepítünk, akkor gyorsan növő, nem allergén fákat logikus oda telepíteni, és a lakóépületek felüli keskenyebb részre egészen biztosan majd arra figyelni kell, hogy olyan vállalkozási telephelyek alakuljanak ki, ami nem bántja a lakóterületet, vagy a lakóövezetet. Erre szerintem figyelnünk kell, erre szerintem majd a kiírásokban oda kell figyelnünk. Egyébként most megmondani, hogy milyen üzemek fognak ott betelepülni, nem tudom. Egy biztos, hogy a városnak egy nagy rákfenéje az, hogy munkahelyek kellenek erre a településre. Szerintem ezt mindnyájan aláírjuk. Nyilván ezt valahogy úgy kell megtennünk, hogy az ott lakók érdekeit is igyekszünk mindenféleképpen figyelembe venni. Nekem nincs tudásom arról, hogy az az ingatlan ebben a formában most milyen szélességben és hogyan fog hasznosulni, meg fogom nézni és válaszolni fogok erre. A jelenlegi tervekben ez nem szerepel. A Volosinovszki Mihályónak a hozzászólása, egyetértek. Én dolgoztam ebben a környezetben, és én rendkívül fontosnak tartom, és szomorúnak egyébként, hogy ezt a problémát nem tudtuk megoldani. Én azt gondolom, hogy a két legmegbízhatóbb kollégámra bíztam, Juhász Szened Otto, Juhász Szened alpolgármester úrra és a jegyzőasszonyra ezt a feladatot, mert én azt gondolom, hogy két olyan megbízható és kiszámítható ember, akik mindent elkövetnek azért, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani. Ezzel együtt megértem, hiszen egy nagyon kiszolgáltatott közösségről beszélünk, én ezért is hívtam fel a figyelmet arra, hogy megfelelő körültekintéssel járjunk el. Hozzá kell tenni, hogy szerintem akár még hibát is követhettünk el az előkészítésben. Arra kérem önöket, hogy ne mondjanak ítéletet az előtt, mielőtt ki nem alakul ez a hely. Amikor ez meg lesz, és amikor ennek egyáltalán kipróbáltuk, mert senki nem tudja, hogy fog ez kinézni, és hogy fog működni. És mondjuk a tapasztalat az lesz egy fél év múlva, és konkrét példákat tudnak mondani arra, hogy mitől nem megfelelő az az ellátás, akkor szerintem nem kell, hogy harcokat vívjanak. Én leszek az első, aki azt mondom, hogy akkor keressük másik megoldást. Jelen pillanatban nem tudtunk jobb megoldást. Körbe kérdeztük, megnéztük a saját lehetőségeinket, megkérdeztük azokat, akik egyébként szóba jöhetnek. Egyedül a baptista szeretetmisszió állt velünk szóba, és a meglátásunk szerint egy elfogadható, észszerű megoldás van benne. Egyébként egy új épület lenne a legcélszerűbb, de ahhoz pályázati lehetőséget kell nézni. Nem mondjunk rá erről sem szerintem. Még egyszer én dolgoztam ezzel a világgal, és pontosan tudom, hogy milyen kiszolgáltatott tud lenni ez a közösség, és nem is akarom ragozni, minnyáján értjük. Ezért is gondoltam azt, jeleztem a két személy tekintetében, hogy a két legmegbízhatóbb emberre bíztam. Ha hibáztunk benne, akkor elnézést kérek, én magam teszem ezt, de várjuk meg, és most már tényleg a végére érünk, csak hogy mindenki értse, gyakorlatilag ez egy olyan engedélyeztetési eljárás, ahol szigorúbb feltételek vannak, mint egyéb szociális ellátásnál, és előírtak egy villámvédelmet, amivel egyébként az épület nem rendelkezik. Egy villámvédelemnek a tervei azok állítólag ilyen 30-40 napos határidővel készülnek el. Napokon belül megcsinálják a villámhárítót, és onnantól kezdve már működik. Én úgy tudom, hogy a polgármester úgy jelezte, hogy hétfőtől már fogadják a fiatalokat, be lehet menni és lehet szokni a helyet. Aztán látjuk, hogy ez hogyan alakul, de még egyszer itt ígérem meg mindenki előtt, hogyha ez problémát fog okozni, és ezek észszerű, racionális okok vannak mellette, akkor keresnünk el másik megoldást, pontosan a kiszolgáltatottság miatt. Pillanat, megyünk sorba. Ugye azt jeleztem, hogy a Hunyadi út felől lesz a bejárata, annak lesz a folytatás, az egy 24 tonnás út, és érdemben a lakóövezetet nem fogja érinteni a közlekedés nagyjából. És a levél kérdésére annyit tudok mondani, hogy valóban ez egy komoly kérdés, mindenhol, ahol olyan nagy kerttel rendelkezik valaki, egyetlen egy jó megoldást tudok mondani, ez a komposztálás. Nem tud más lenni jó megoldás. Mindenki próbáljon meg komposztálni a saját kertjében. Nem egy ördöngős dolog, 4 darab raklappal ez már megoldható, hogyha valaki figyel, és ahányszor 4 raklapot egymás mellé rak, akkor lehet komposztálni, és ezt vissza is lehet forgatni egyébként a kertbe. Ugye ezeket a meccseket már megvívtuk, ugye ez többnyire nem levél volt azon, hanem trágya, hosszas, és ugye
nem is mennék ebbe bele, mert ez egy hosszos vita volt. Egy a lényeg, hogyha odahordják önhöz a falevelet, akkor én azt javaslom, hogy tegyen feljelentést, és birtokvédelmet kell kérni. A jegyző asszony szegény, már most nem, de valaki, a kollégáim korábban ő volt érte felelős, és biztos vagyok benne, hogy legjobb tudások szerint igyekeznek ellenállni. Hozzáteszem, hogy nagyon nehéz ezt a helyzetet kezelni. Ez azért, most nem akarom ezt a csontot bedobni, elviszik a hulladékot minden lakás elől. Ennek ellenére tessenek kimenni a város bevezető útjai mellett, az árkok tele vannak kidobott szeméttel. Tessenek megmondani, a kérdés prózai, vagy költői, mi a fene értelme van kidobni a szemetet az árokba. Ne adj Isten dögöt meg, a fene tudja mit. Miközben a dögöt azt le lehet adni, bocsánat, hogy ezt mondom, de a gyepmestei telepen úgy, hogy nem kell érte fizetni, a hulladékot pedig elviszik az utcából hetente nagy rendszerességgel és aránylag megfelelő mennyiségben. Ennyit tudok ezt tenni, és kijelezte. Először Gacsai Gábor, parancsolj Gábor. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, tisztelt megjelentek. Gacsai Gábor, Kossuth utca 2, templom melletti rész. Három dolgot szeretnék röviden elmondani. Az első, én a magam részéről és a egyházam részéről minden beruházásnak örülök ebben a városban. Akkor is, amikor járda épült, akkor is, amikor óvodák újultak fel és meg, vagy iskola. És én úgy gondolom és úgy érzem, hogy mindez az itt lakó és élők élet lehetőségét segíti, fejleszti. Hadd mondjam el nagy-nagy alázattal és szeretettel, hogy az egyházközség április végén kezd bele egy 1 milliárd forintos beruházásba. És azt is hadd mondjam el, hogy természetesen mindez nem jönne létre, nyilván lesz benne önerő is, ha és amennyiben a Magyarország kormánya nem segíteni az egyházakat. Nem teszi ezt természetesen ingyen, mert Hajdon Ánásnak is volt 1200 hektár földje, az most valakié, valakiké azért adóznak, és ebből kapunk vissza. És ebből fordítunk vissza a városban lévők és élők számára. A magam és az egyházam részéről továbbiakban is csak örülni fogok, és örülni fogunk minden beruházásnak. És minden beruházásra, az azért dolgozókra Isten áldását kérem és kérjük. Második dolog, amit szeretnék elmondani, nagyon nehéz lesz ott az iskola utcát megoldani. Ezen közösen is fogunk tárgyalni, meg már tárgyaltunk is polgármester úrral, és természetesen ebben a képviselőtestület az illetékes, hiszen több intézmény van ott, sportcsarnok épült. Én is azt kérem, hogy először is türelmet kérek, hogy az óvoda, ahogy épült, hát voltak ott nagy képek, amik befordultak, és hát bizony a Maklári iskolában, illetve a Bocskai iskolában is ból kijönni, ott nehéz volt a Hunyadi utca felől. Köszönöm a türelmet, tovább kérem, várjuk ezt a türelmet a további építkezéshez. Szeretném azt is elmondani, hogy ha mindezek a beruházások 1990 és 2010 között történtek volna, ez a város nem itt tartana. Természetesen akkor kevesebb volt a lehetőség. Hát most hála Istennek egy olyan gazdasági időszakot élünk, amikor erre van lehetőség. És befejezésül azt szeretném elmondani, illetve köszönetet szeretnék mondani. Hiszen ez, akár mennyire az idő telik, ez egy ciklus záró közmeghallgatás. Én köszönöm polgármester úrnak, képviselőtestületnek, hogy 2010-től, 2011-től emberszámba vette az egyházat. Azt az egyházat, ami még ebben a városban
mindig a többségi történelmi egyház. De ugyanezt szeretném megköszönni a kollégáim nevébe is, a római és a görög katolikus testvérek nevében is. Nyilván ők kisebbségben vannak, mi nagyobbakat tudtunk lépni, hála Istennek ők is léptek, és beruháztak, illetve be fognak ruházni. A képviselőtestület után külön szeretném megköszönni a segítséget, amit kaptam, kapott az egyház, tehát amikor azt mondom kaptam, akkor mindig az egyházközségről beszélek, és nem magamról. Szeretném ezt megköszönni jegyző úrnak, jegyző úr segítőinek. Nem volt soha olyan alkalom, hogy ne menjek úgy oda, amikor problémám volt, hogy ne próbáltak volna segíteni. 2010-ig ez nem mindig volt így, de az elmúlt. Szeretném megköszönni a önkormányzat dolgozóinak, a műszaki osztálynak külön azt a információ cserét, amivel például most április végén el tudjuk kezdeni építeni az iskolát és felújítani a régi iskolát, hogy a többi beruházásról most ne is beszéljek. Köszönöm szeretetüket, segítségüket, továbbra is kérem és várom az itt lakó nevében óvodások, általános iskolások, gimnazisták és a két idősek otthona intézményei, dolgozói is az itt lakók nevében is. Isten tartsa meg ezt a jó szokásukat, hogy együtt tudjuk építeni ezt a várost tovább. Mert azt mondja a Zsoltáros, odaad az Úr békességet, ahol az atyafiak egyetértésben, odaad az Úr áldást, bocsánat, ahol az atyafiak békességben és egyetértésben élnek. És szerintem ennek a városnak erre van és lesz szüksége. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Itt jelentkeznek. Többen is. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Márhontól vagyok, Ladi Rendre körút 13 számalti lakos. Egy pár gondolatot szeretnék mondani az Ady Endre és a Máté Rakóti felújítások kapcsolatban. Itt már az előttem szólók már panaszkodtak, és a polgármester úr azt mondja, hogy majd ha kész lesz, majd akkor érdemes. Én azt mondom, hogy való igaz, hogy akkor érdemes, de én felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy sőt, a televízión keresztül megkérem a körúton és a Mátyrok úton levő lakosok figyelmét felhívnám, hogy lesznek még problémák, hisz el se indult ez a projekt, már vannak problémák, Isten igazából el se indult, hogy lesznek még problémák, és arra kérem a lakosokat, hogy jöjjenek el ilyen fórumokra. Mint ahogy polgármester úr mondta, hogy hát csináltunk már ezzel kapcsolatban két fórumot is, és bizony, hát nagyon fokhíjasok voltunk, na. Ez nagyon igaz. És nem majd, mikor azt mondjuk, hogy ez év végén be lesz fejezve a munka, majd ne akkor panaszkodjunk, hogy hát itt se jó, ott se jó, meg amott se jó, mert az már egy kicsit már megette azt a fene. Hanem időközben minden egyes lakótömbnek felhívnám a figyelmét, hogy igenis, hogyha március végén, vagy ha márciusban hozzákezdenek csinálni, és március 3-án probléma vetődik fel, azt idejében kell orvosolni. Nem majd itt javítunk, ott javítunk, mert biztos lesz ilyen, hanem azt mondom, hogy és az ilyen felvetéseket, mint ami már itt volt, meg kell egy kicsit gondolni, hogy valahogy összesíteni őket, és mielőtt nem indul a dolog, vagy esetleg a műszaki átvevőnek a figyelmébe ajánlani. Ezt én csak így gondolom, hogy ezzel kapcsolatban, mert azt meg, hogy a város majd csinál-e fórumot közben, a felújítás közben, azt nem tudom, de ha lehet, én azt mondom a lakóknak, hogy figyelmesen, és azzal megelőzzük a problémákat idejűbe. Lenne még egy pár gondolatom ezzel a közmunkaprogrammal kapcsolatban. Amikor ez annak idején
bevezetése, kerültése elindult, akkor egy évre rá egy hasonló fórumon egy olyan kis összegzés jött azzal kapcsolatba, és én itt csak a polgármester úrról tudom idézni, amikor azt mond, mindig nagyon sokat hangoztatja, hogy hát szóval ez egy szükséges rossz, ez a közmunkaprogram, de én azt mondom, hogy kell, mert valahogy a munkába be kell az embereket vonni, de én akkor, annak idején, mikor beszéltünk erről egy évre rá, amikor elindult a program, akkor nekem volt 3 aggályom, és ezt az aggályomat ma is fenntartom. Vissza lehet nézni archívumban, hogy akkor mit mondtam, hogy én nekem ez a közmunkaprogrammal 3 dolog, ami nagyon-nagyon hiányzik. Az egyik a megszervezése, a másik a működtetése, a harmadik pedig az ellenőrzés, ami nagyon-nagyon fontos, az ellenőrzés. Mert látom én a városban, 5-6 ember itt mozog, ott mozog, itt munkálkodik, igen, van mellettük egy irányító személy. És aznak az irányító személynek a munkáját is ki kell kérni. És ellenőrizni kell, mert a lakótelep belső udvarával kapcsolatban ott a falevélnek az összetakarítását szinte teljesen a lakók végzik. Mert ott én közmunkást, falevelet összehúzni nem láttam, semmi probléma nincs belőle. Nem érkeznek oda, mert akik azt mondják, hogy felvetődik, hogy nem igaza van. De hogy ha már mi lakók összetakarítjuk azt a falevelet, és most majd lesz egy nagyon szép környezetünk, még jobban kell rá vigyázni, lesz egy, akkor egy kérésünk van, akár egy helyről van összehúzva, akár zsákokba pakoljuk, hogy az, aki azt felügyeli, legyenek szívesek elszállítani időben, mert most körbe lehet jönni a belső udvaron, nagyon sok csomó falevél van ott, ami még októberben lett összehúzva, és hát nem vitték el. Szóval én ezzel kapcsolatban, hogy az ellenőrzés nagyon fontos mindenféle dologban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnézést, mondjuk az előbb felvetett dolgok, nem kaptam semmiféle választ. Fogok rá választ. Tessék, parancsolj. Mirko Lajosné vagyok, Rákóczi út 38 szám alatti lakos. Az előbb itt szó volt róla a vásártéri beruházásról. Azzal kapcsolatban lenne egy gondolatom, hogy a kisállomás a vásártéri megállóhelyhez, hogy biztosítnak-e bejárót. Mert mikor odaépült az a lakótelep, a Csiha lakótelep, valahogy erről elfelejkeztek, hogy oda esetleg még utasok is mennek. Kocsival nem lehet megközelíteni, nincsen olyan út, hogy oda is csak mennek dolgozók, és akkor esetleg, vagy diákok is, akik elég kimennének a szülők, és nem lehet megközelíteni, nincsen olyan. Most még el lehet menni azon a gyepes részen, hogy ezzel kapcsolatban majd gondolkozzanak, polgármester úrék, amikor a tervezés van, mert erről itt most le lett zárva a Hunyadi út felől, ott nem lehet bemenni, nem lehet megközelíteni, teljesen ki kell oda menni a gyepes részre, és ott, mikor sár van bizony, nem is lehet még kocsival sem menni tovább. Mert a járda rész az megvan ott, és ott is szoktak leszállni és felszállni az állomáson. Nem is kevesen, még lehet annyian, mint a nagy állomáson. A másik gondolat, amit még szeretnék a hulladékokkal kapcsolatban, ezt a szelektív hulladékgyűjtőket megszüntették, a ruhás hulladékgyűjtőt. Nagyon jogos is volt ez a felvetés, mert nem volt szép, ahogy kinézett ott a környezet, és ezzel kapcsolatban, hogy nem lehetne valami más megoldást, mert a ruhák
nagyon sok mindenkinél biztosan elhasználódnak, kinővik, már nem olyan, hogy azt tovább lehetne adni valakinek. Eltüzelni nem lehet, meg nem is tüzelhet sok mindenki. És hogy erre valami megoldást, konténert, vagy olyan zárt területen lehetne-e biztosítani átvevő helyet, hogy mélyben nem lehet most már a ruhákat vinni, mert műszálasok, hogy valami megoldást azért csak ki kellene találni ezzel kapcsolatban is, mert jók voltak azok a szigetek, hogy ott voltak, csak éppen nem úgy alakult annak a használata, ahogy kellett volna, én úgy gondolom. De valami megoldást azért csak kellene erre is, mert nagyon sok olyan hely van, hogy erdősávokban, útfélen, mint ahogy polgármester úr is mondta, ott van a zsákokban kilökve a ruhanemű, az üveg, meg minden. És hogy egyre kevesebb legyen az ilyen hulladék azért, hogyha valami megoldást lehetne rá kitalálnunk. Aztán van még egy felvetésem azzal kapcsolatban, hogy a falugazdász irodánál az udvaron volt kerékpártároló. És ez tavaly eltűnt onnan, azóta nincsen kerékpártároló ott. A belső részen, mikor megnyílt ott az a irodahelyiség, tele volt székekkel rakva. Lehet, hogy akkor többen is voltunk, mert nem időpontra kellett menni, de volt hova leülnünk. Mert várakozni most is csak kell, hiába időpontra egyeztetünk a falugazdászokkal, és nincs hol helyet foglalni. Ott van az a tanoda, jó, azok is elférnek ott. De most egy nagy asztalt betettek oda, így a székeknek nincsen hely az előtérbe. Hogy valamit ezzel kapcsolatban is, hogyha lenne az önkormányzatnál selejtszékek, legyenek szívesek már azt is székeket tenni oda, mert az a régi rossz kanapé, az idősnek elég róla fel is állni, annyira rossz állapotban van ott, hogy valamit, hogyha lehetséges ezzel kapcsolatban is. Évekkel ezelőtt már többen felszólaltak itt a külső körúttal kapcsolatban, én is valami kormán, és ezzel szeretném még a polgármester urat megkérdezni, hogy történtek-e már egyeztetések a közúttal, mert akkor azt a választ kaptam, hogy az nem a város feladata, nem a városhoz tartozik, de az nagyon rossz állapotban van, hogy történik-e egyeztetés, mert úgy tudom, hogy a megyén belül is történnek úthálózat javítások, ami a közúthoz tartozik, és egy másik lenne még, ami a felüljárótól Tedeig megyen. Az a főútvonal rész. Az is egy nagyon rossz állapotban levő út, és ott elég sokan kerékpároznak is. Már ha egyszer főútvonal volna, az autópályától Nánás fele elfogadható, de az a kis szakasz, nem igen több 2 kilométernél az a szakasz, hogy azt, hogyha lehetséges lenne, meg ezt a körútat, a honfoglalás és a Baross úti részét, vagy szélesíteni, azt még a 70-es évek elején csinálták azt az utat, én nem emlékszek, hogy ott lett volna azóta újabb felújít. Hogy azon csak tódnak, fódnak, mindig egy kis kátyút rajta betömnek, de nagyon rossz állapotban van. Én gondolom, hogy sokan tudják ezt, hogy ez ilyen, és az a legforgalmasabb útja Nánásnak. Mert ott mennek a nagy autók, a teherrel, ott mennek a mezőgazdasági gépek, oda vannak kiszorítva, a kamionok megrakva, ott jönnek a városba a ide látogató fürdővendégek, mert tőlem már többen kérdezték, hogy a fürdőt merre kell menni. Nem itt bent. Én nagyon örülök, hogy a központ nagyon szép, és tetszik is a város. De aki kocsival jön, az a körúton jön, bármilyen irányból jön. Az a körúton jön be a városba. És ezt látja, hogy ilyen rossz úton közlekedik. Én ezekre szeretnék választ kapni, hogyha lehetséges volna, és hogy
azért a közúttal, hogy valami tárgyalások folynak-e már, ezt szeretném megtudni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt volt egy jelentkező. Köszönöm szépen, Csúlya Sándor vagyok, Aradi Vételuk, úgyhogy szám. Fogyatékos emberekkel, mert már ezek nem gyerekek, hanem ezek felnőttek. Mondta a polgármesterről, amikor először beszéltünk, hogy nincs rá példa, nem tudnak példát. Most én voltam Böszörményben, egy református szociális otthon, és ott láttam, hogy bánnak ezekkel a fogyatékos emberekkel. És a Gacsányi urat szeretném, tiszteltes urat, mert az református, és most mondta az előbb, hogy Nánásnak nagy része református, hát igen, de a fogyatékos emberek is hozzátartoznak a reformátusokhoz, és hogy nem vállalták, mert polgármester úr azt mondta először, hogy a református egyházat keresztül meg, hogy üzemeltessenek egy ilyen napközi otthont. És akkor nem vállalták, és így lett ez a misszió, ez a baptista misszió, aki elvállalta, hogy megpróbálja a szenvedélybetegekkel együtt egy udvaron, és hát a szülők fellázadtak, ott azt mondta a misszió vezetője, az a hölgy, hogy örüljünk, hogy ilyet is kapunk. És hát azt szeretnénk, hogy ezek az emberek nem tudnak magukért megszólalni, és ha most kapunk egy rosszat, vagy egy kevésbé jót, az soha nem javul meg, úgyhogy szeretnénk egy olyat kapni, mint Böszörmény, mi is ugyanúgy adót fizetünk, és akkor ezek az emberek is megérdemelnék, hogy egy olyan elhelyezésbe részesüljenek, ami megéletné őket. Ez az egyik gondom, a másik pedig a Nikodémusz úton megcsinálták ezt a kerékpárútat, és ott nekünk van egy udvar, ahova beszorították a vizet. Úgyhogy megemelték a járdát, és ott ki volt vezetve egy zárt udvar, máshol nem lehet kivezetni, csak a kapu alatta a vizet, csapadékvizet, és ott most megemelték 20 centivel, ott a faltövére megy a víz bent. Ezt mondtam a polgármester úrnak is, a jegyzőasszonynak is. Semmi változás nem történt, most elolvadt a hó, alá ment a háznak a víz, és várjuk a jövőt, úgyhogy nem tudom, hogy lehet-e változtatni rajta, mert egy 20 centivel magasabban van a járda, mint a kifolyó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor megválaszolnám ezeket a felvetéseket. Van egy rossz hírem, minden csapadékot a ingatlanon belül kell elszikkasztani, nem lehet az utcára kivezetni. Bármilyen ilyen kivezetés, ami van, az szabálytalan, csak így alapból. Nem, belül kell megoldani a csatornának a vizét, az belül kell elszikkasztani, arra több lehetőség van. Egyetlen megoldás van, az épület előtt van zárt csapadék gyűjtő, abba kell belevezetni csövön keresztül, és hogyha van nem a járdán keresztül, gondoljuk bele, hogyha... Igen, csövön keresztül. Bocsánat. Alapból is, de nem erre a kérdésre mondom fel, ez egy alap. Tessenek elgondolni, amikor a eresz, az ráfolyik a járdára, és mondjuk van egy fagy, és ezen csúszkálnak az emberek. Nem tudok kettő konkrétan választ adni. Nem lehet kivezetni az utcára az esővizet, csak zárt módon, és csak akkor, hogyha van előtte csatorna vagy ár. Van csatorna vagy árok. Nem tudom újra nyitni ezt a beszélgetést, elmondtam, várják meg azt, hogy milyen szolgáltatása lesz ennek az intézménynek. Ha rossz szolgáltatása lesz, én leszek az első, aki azt mondom, hogy akkor ezen változtassunk. De nem mondjanak előre véleményt egy olyan szolgáltatásról, ami még nem indult el. Egyébként mindenkit megkérdeztem a városban, akinek esélye van arra, hogy üzemeltesse egy ilyen rendezvényt. Közte volt a református egyház, és a többi szolgáltatót is megkérdeztem. Kisállomás, végre lesz kisállomásunk egyébként, parkoló lesz kerékpártáról, és a Hunyadi út az meg lesz nyitva, és szerintem reményeink szerint akár vonaton is lehet majd érkezni ebbe a ipari területre, de maga a kisállomás meg lesz nyitva, és lényegesen jobb feltételekkel lesz majd megközelíthető, mint ahogy ez most van. Szelektív ruhagyűjtés nem az önkormányzat gyűjtötte, és nem is
a hulladékkezelő. Ez egy karitatív szervezet egyébként, Hangyaláláson van egy adományház, ebbe az adományházba le lehet adni azokat a ruhákat, ami még használható. Ami nem használható, annak utána fogok nézni azzal, mit lehet csinálni, és milyen módon lehet tőle megszabadulni. Erre most nincs más javaslatom. Kerékpártáló székek, azt gondolom teljesen észszerű és logikus, ezt meg kell oldani, ez nem egy nagy kérdés, és nem a, remélem nem selejt székeket fogok odaadni, hanem olyan székeket, ami használható lesz. Mielőtt kérdezik, a Balmazújvárosi út, megkérdeztem a közútkezelőt, mert gondoltam, hogy ez kérdés fog lenni, nyilván ez vonatkozik a külső körgyűrűre is. Egyébként hozzáteszem, hogy az a városhoz tartozik, mármint a város részét képezi, de nem a város üzemeltetésében és fenntartásában van. De nyilvánvalóan annak a állapota alapvetően befolyásolja a városban a közlekedést, ezért kell is tennünk. Decemberben járt kint a közútkezelőnek az igazgatója akkor, és azokat az utakat, amit most eltetszett mondani, hogy ezeket mindegyiket szerbe számba vettük, és próbáltuk kérni, hogy erre válaszokat kapjunk, hogy mikor, milyen formában és hogyan fognak tudni ezek az utak megújulni. Az én tudásom szerint a Balmazújvárosi úton áprilisban kezdődnek a kivitelezési munkálatok. Igazgató ezt ma 1 órakor jelezte, fölhívta a kollégáit Budapestig, elmentek, és most folyik a közbeszerzésnek a lezárása, és ő azt mondta, hogy jó eséllyel áprilisban munkálatok el is fognak kezdődni. A Kacsai Gábor tisztelt úrnak köszönöm a hozzászólását. Én azt gondolom, és ennél, és nem, nyilván nem csak ő rá vonatkozik. Én azt látom, hogy amikor egy közösségben egyetértés és összefogás van, akkor nagy dolgokat lehet csinálni. Amikor hiába való dolgokra töltjük el az energiát, meg az erőforrásainkat, akkor pedig nem haladunk sehová sem. Én ezért mondtam azt akkor 2010-ben, 2011-ben, hogy én erőforrásként igyekszem mindenkire tekinteni, aki a városban valamiféle pozitív, van akar gondolkodni és fejleszteni akar, és azt gondolom mindegyik fejlesztés egyébként a maga módján fontos, és mindannyiunk érdekeit szolgálja. Egészség. A komposztálásod, amit mondtam, ahhoz én a tudásom szerint a polgármester úr segített, most küldött nekem egy SMS-t, hogy egy pályázat keretei között lesz lehetőség komposzt ládákat igényelni, majd én remélem minél többen élnek vele. Higgyék el, az egyetlen jó megoldása a kerti hulladéknak a kezelésére az a komposztálás. Nem az, hogy kidobjuk, mint veszélyes hulladékot, az kicsit dolgozni kell vele, kicsit macerás, de egyébként egy komoly jó tápanyag a kertben felhasználni. És Báró Lajos jelezte, hogy nem kapott választ a kérdéseire. Én adtam rá választ, de meg tudom ismételni. Van egy műszaki ellenőr, ez a műszaki ellenőr fogja átvenni. Én nem szólhatok bele abba, amikor egy munkaterület át van véve, azért van egy felelős vállalkozó. Hogyha egyébként 10 kamion bitument fog ebbe beleszárítani, az is az ő felelőssége, mert azt neki kell kifizetnie. Nekünk a végén kell elszámolnunk, őnek azért a pénzért, amiért mi kifizetünk, első osztályú munkát kell végezni, garanciát kell vállalni, és a jó teljesítési garanciával gyakorlatilag ő vállalja, hogy az olyan munka lesz, ami az átvétel után megállja a helyét, ha egyébként nem, az a forrás arra van, hogy abból ezeket a hibákat ki lehessen javítani. Parancsoljon! Igen. Megértettem, és azt... Ezt megtervezte egy közlekedési mérnök. Lakossági fórumot szerveztünk rá. Oda hívtuk az embereket, jöjjenek el, ismerjék meg ennek a kerékpárútnak a vonalvezetését. Ha valakinek van bármi észrevétele, lehet ilyen javaslatot tenni. Szerintem el tudod mondani azt, hogy az asztal ezen oldalán, akik tájékoztatást adtak, többen voltak ezen a fórumon, mint akik azt gondolták, hogy egyébként fontos számukra ez a lakossági fórum. Én megértem, hogy ez egy szokatlan dolog, de most én azt tudom mondani, hogy ez egy közlekedésmérnök megtervezte. Remélem, az aktuális szabályoknak megfelelően tervezett. Én nem mondtam neki, hogy te ide figyelj azt, akkor most vedd ki onnan. Itt ugyanazt kérem, várjuk már meg, amíg ez a kerékpárútrendszer elkészül. Fog egy csomó galiba lenni ebből. Hozzáteszem, amit itt mondtál, hogy mindenki azonnal szóljon. Hát ebben nem biztos, hogy egyetértünk. Gondoljunk bele, most ott elkezdődik egy hatalmas munka a lakótelepen. Ott mindenki az ablakból azt fogja nézni, hogy az a
az adott árok az most mennyire egyenes, hogy áll a járda, merre dől az állvány, abból én inkább azt mondanám, hogy türelmet kérjük. Nyilvánvalóan tessenek megbízni a munkatársaimban, nem tudok más tenni, én is csak ezt tehetem, a munkatársaimban, abban a műszaki ellenőrben, hogy ez olyan kivitelezés lesz, amiért felelősséget tud vállalni mindenki. De időközben, hogy most ott 300 ember irányítsa a munkálatokat, én attól óva intek, mert az anarchiához fog vezetni. Lesz ilyen, a végén. Ezen, akkor ebben nem fogunk egyetérteni. El kellett volna jönni azokra a tervismertetésekre, ott kellett volna elmondani, hogyha valamivel nem ért egyet valaki, de amikor ez lezárult, ezeket a terveket már nem lehet kinyitni, mert ehhez van kiírva a közbeszerzés, és a közbeszerzés végén azokat a négyzetmétereket, azokat a centiket fogják számon kérni a kivitelezőn, amely a rajzokon szerepel. A rajzokat módosítani, mert csak addig volt lehetőség, amíg ez nyitott volt. Onnantól, hogy le van zárva egy ilyen tervezési eljárás, onnantól már nem tudunk rajta. Van, mikor 10-15 centin zajlik a vita, lehetett látni, hogy ott ezek úszó telkek, ott volt egy pár nézetméter, azt át kellett venni most az önkormányzatok egyáltalán, hogy megcsinálhassuk a falig, mert az egyébként nem volt az önkormányzati tulajdonban. És őszintén elmentünk a falig, hogy próbáljuk meg segíteni abban, hogy ebben a lakótelepben ne legyenek ilyen kimaradások. Én örömmel hallom egyébként, hogyha a lakók összeszedték a falevelet, az kevésbé, hogyha a mi kollégáink nem vitték el. Hozzáteszem, ez mindig egy nagy dilemma, és mindig, nem mondom, hogy mindig, nagyon sokszor azt a kérdést teszik föl, hogy mondjam már meg, hogy a lakótelepen mi miért takarítjuk a járdát, hogy a lakótelepen mi miért gyírjuk a füvet, hogy a lakótelepen mi miért szedjük össze a falevelet, miért nem csinálják meg ezt az ott lakók. Ez egy nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. Ezzel együtt szerintem az a beruházás, amit tervezünk, ami most kivitelezés előtt áll, az jó helyen van, és szerintem jelentős mértékben fogja befolyásolni az egész városközpontnak a hangulatát. Ugye ilyenkor jön a másik kérdés, hogy mikor fogunk és mit fogunk csinálni a külső perifériáin a településnek. Hozzá kell tennem, hogy erről nem beszéltem, ez nem része a mai közmeghallgatásnak. Ugye a CLLD pályázatban egy elég jelentős forrásmennyiség van, sokan pályáztak rá, és elég sok fejlesztés meg fog valósulni, akár a perifériákon is, és a Ligetben is én azt gondolom, hogy olyan fejlesztés tömeg fog megjelenni, ami a korábbi méltóságát, vagy a korábbi rendjét a Ligetnek megpróbálja visszaadni, de több ilyen fejlesztés is van, amiről itt nem beszéltünk, de egyébként nem csak a városközpontot fogja érinteni, hanem a város periférián is fog megvalósulni. De én egy dolgot szeretnék kérni, és ez most nagyon komolyan, hogy türelmet kérnék önöktől és a város lakóitól is, hogy ezek a beruházások rengeteg konfliktusra fognak járni. Nagy tisztelt úr itt említette, hogy a iskolaúton ott van egy nagy általános iskola, ott van egy 4 csoportos óvoda, most épül a sportcsarnok, ott van a református általános iskolának a gazdasági bejárata, ott van a református idősek otthonának a gazdasági bejárata, és ezt úgy kell majd felújítani az egész utcát, hogy közben ezeknek üzemelniük kell. Ez óhatatlan konfliktussal fog járni, és hozzá kell tenni, hogy egy hatalmas dilemma, hogy hogy fogjuk azt megoldani, hogy nyilván ezt megint nem fogok új dolgot mondani, aki kisgyerekes szülő, az pontosan tudja, mindenki az iskola meg az óvod előtt akarja kitenni a gyerekét reggel, 4:30 és 7:30 között. Ez a város erre képtelen. Valami megoldást kell találnunk. Most parkolókat próbálunk kialakítani, próbáljuk ezt a rendet valamilyen formába vinni, de hogy ezt egyébként nem lehet megoldani, épp észre nem lehet megoldani, az egészen bizonyos. Nem volt ennyi jármű, nem volt ennyi, nincs annyi hely, ahol ennyi járművel képesek legyünk parkolni. A kiskorút esetében én azt gondolom, hogy ugye ez egy olyan út, ami egyrészt nem is ekkora terhelésre készült, másrésztről meg egy szakaszt tudtunk csak megújítani, ez a Dorogi út és a Tiszaasvár úti szakasz, tehát ez az egyharmada lehet a körútnak. Ahogy jeleztem, itt volt kint a közútnak a vezérigazgatója, választ várunk tőle arra, hogy ezekkel az utakkal mikor és hogyan fogunk boldogulni. Én egyébként megint a kicsit optimista hozzáállás, a Balmazújvárosi úttal most boldogulunk, az egy régi adósság, lépünk tovább, és én azt gondolom, hogy csak ezt lépésről lépésre lehet,
nem tudok most jobb választ adni, bár azt mondhatnám, hogy 2019 végére ezek az utak felújulnak. Egy része igen, egy része remek, szerintem várni kell. Maradta ki bárkinek kérdésére válasz? Parancsolj István! Elnézést, nem kaptam igen. A közterületet felügyelőkkel kapcsolatban, de ha már nálam van a szó, akkor hadd kérdezem már meg, hogy a jó teljesítési garancia, amivel kapcsolatban említett ön, hogy a utaknál, vagy a jó teljesítési garanciának előkerült, ugyanez a helyzet állt elő annak idején a csatornázásnál. Én, amikor elkezdték a csatornázást építeni, akkor mondtam, hogy alul vannak kalibrálva a csatornarendszerek, és mi történt? A villanytelep környékén a fekáliába jártak, mert tényleg úgy volt, hogy alul volt kalibrálva, és ott győzködtem egész hosszú időkön keresztül a akkori hétszor vezető, és azt mondta, hogy ezt mérnökök tervezték, meg szakemberek fogják csinálni, és mégis az lett a vége, hogy ott ugye terített mindent, ami volt a csatornába. Úgyhogy, és most nem tudom, hogy ugyan mennyi talajterhelési díjat fizet a Hajdunálmásváros lakosságnak összességében. Vagy pontosabban összesen, de a város mennyi talajterhelési díjat fizet. Biztos, hogy jelentős. Egy dolgot tudok mondani, hogy az a problémát, amit a Jenei úr felvetett, ezt sikerült megoldani, legalábbis én az én tudásom szerint. Mostani delegációs pályázat ezt teljes mértékben kezeli. A kérdésére pedig egy egyszerű választ tudok adni, bár nem fogja kielégíteni, a rossz szomszédság török átok. Azzal, hogy van egy rossz szomszédi viszony, az borzasztóan nehéz kívülről kezelni. A mai, az én tudásom szerint a közterületen mindenkinek önmaga előtt el kell takarítani a havat. Arra kevesen számítanak, hogy az egyik szomszéd áttolja a másik elé a havat. Hogyha ez így van, akkor szerintem birtokvédelmet kell tenni, illetve a rendőrségen föl kell jelenteni. Most még, van még egy megoldás, hogy a kollégám oda mennek és eltakarítják, de nem normális dolog az, ha ez igaz, amit most ön mond, hogy a szomszédja áttolta maga elé a havat, de ezt borzasztóan nehéz kezelni. Ez olyan, mint amikor áthulik a falevél a szomszédba, meg még sok ilyet lehet mondani. Amikor van egy rossz szomszédi viszony, az borzasztóan nehéz kívülről megoldani, majdnem lehetetlen. Közterület felügyelőknek a tevékenységéről. Igen. Közterületen tulajdonképpen, hogy milyen jogokkal vannak felruházva, hogy valami tudjon tenni. Nem csak ebben a dologban, hanem más egyik dologban is, gondolom kellene tenni nekik. Csak ugye, ha azt mondják, hogy hát nem is tudom, hogy mi. De akkor a közterület felügyeletnek elég pontos szabályrendszere van. Ha jól sejtem, jegyző úr irányításával működik, és nekik egyrészről alapvetően normál esetben van egy felszólítási lehetőségük, és egyébként meg, hogyha ez nem használ, akkor van büntetési lehetőség. Hozzá kell tenni, hogy ezzel a legritkább esetben szoktak élni, mert ez egy nehéz műfaj. Ha egyébként túlságosan határozottan lépnek föl, akkor az a baj, ha egyébként meg mondjuk ebben az esetben nem tudtak szerintem abban a mértékben segíteni, ahogy ezt Jenei úrnak az elvárása lett volna. Véletőleg, de utána fogok nézni ennek, onnan felszólították a szomszédot. Jobb esetben elolvadt a hó, mire ez az ügy a végére ért volna. De rosszabb esetben, de még egyszer, egy ilyen rossz szomszédi viszonyt nem lehet közterület felügyelete megoldani sajnos. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? Ha nincs, akkor nagyon nagy tisztelettel köszönöm. Tessék parancsolni! Három pici apró kérdésem, vagy kérésem van a polgármester úr felé, illetve a műszaki osztály egyik része. Ugyanis kaptunk Molnár András úr jó voltából egy gyönyörű üzletet a sarokra, a honfoglalása és a Rákóczi utca sarokra, most már nem kell lépcsőzni. Viszont így mindenki áttér a másik oldalra, mert ott egyenesebb, és ott egy ragyogó útszakasz van. Sajnos a mi oldalunkban az nincs, és nem is lesz, de nem is akarok az útra kitérni, mert Mirko Lajosné kitért erre az honfoglalás utcára. Viszont oda megy mindenki, és látom, sok öreg tolja a pici bevásárló kocsikat. Aztán a kisbabák ugye tolják a babakocsit.
és a Szűcs Sándori sarkán, a Daróczi Ambrus utca sarkán, ez biztos ismeri a képviselő úrunk, egy majdnem, még nincs is egy méter szélességű az az átkelő hely, ahol az utcán, tehát a Daróczi Ambrus utcán átmegyünk. És megbillen valaki, és abban a pillanatban egy méteres mély árokba kerül. Mind a két oldalon. Ott pici babák mennek, kis motorral, szabadon, össze-vissza, tehát ezekre nagyon oda kell figyelni. Idősek megbotlanak, megszédülnek, nincs kapaszkodó, nincs semmi. Nem úgy, mint addig a házak mellett, hogy szépen egyenesen elvándorolnak. A másik kérésem, nosztalgiázok a tüdőgondozóval szemben ülök, hogy elkerült a köztársaság tére. Nagyon reprezentatív, gyönyörű, kiszolgáló helyiségekkel. Nagyon sokat kell oda járnom, sajnos nem egyedül vagyok, nagyon sokan vagyunk, akik oda kell, hogy járjunk, idősek, fiatalok egyaránt. Viszont egy kérésem van, ami ott hiányzik. Biztos ismeri polgármester úr a területet. Első fél emeletig nincs kapaszkodó. Onnantól kezdve már van. Amikor most is majd jöttem lefele, injekcióra voltam, sok öreg néni és bácsi megállt, és azt mondta, Istenem, innen esek le, de rögtön. Nincs, amiben megkapaszkodjunk. Tehát az egy másfél méteres, egy fél lépcső, fél emelet lépcső. Ennyi volna az én kérésem. Köszönöm szépen. Köszönöm, mindegyiket jegyeztem, és igyekszünk gyorsan intézkedni. Nagyon szépen köszönöm, és további szép estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra.